A tisztartóház kéményéből vastag fehér oszlopban szállt fölfelé a füst. A feketekék esti égboltra, melyet itt-ott kiszurkáltak már a csillagok, úgy rajzolódott föl akár egy hosszú ösvény, melyet égi gyermekek szánkója taposott, s melynek vége beleolvadt a magasságba. Arra tévegő, Falubeli ember, aki ezt a különös, égbeszálló fehér vonalat látta, azt gondolhatta volna, hogy a tisztartóház belső szobáiban szent életű emberek imádkoznak, és így üzennek föl Istenhez a volt dolgairól azon a téli estén. Pedig szó sem volt erről. A tisztartó nappali szobájának széles ebédlő asztalán borosüvegek állottak. S az asztal körül ingújra vetkőzött férfiak ültek, szám szerint négyen, s verték a kártyát. Pipafüst és borgőz töltötte meg a szobát vastagon, a tisztartóné olykor az ablakhoz ment s fél szárnyát kitárva, hogy ritkuljon kissé a levegő. A tisztartó ilyenkor megtörülte csíkos ingüjával izzadó arcát, s hátra szólott a válla fölött. Mi az, fia, meg akarsz fagyasztani? Erre, akár jelszóra, Eszterke felkelt a kis asztal mellől, hol valami csipkederítőn dolgozott. A kájhához ment, s a prüszkölő parazsot megtömte fával. Négyen birkóztak a kártyával és a borral. A tisztartó maga, bácsjani az ispán, Avbauer úr és Franyek Zoltán a jegyző. Ingújban voltak valamennyien, brencsák, még a nyakán is kigombolta a csíkos inget, s szőrös mellén izzadság csöppek fénylettek. Avbauer úr sovány hátán lötyögött a nadrág tartó, nagyokat nevetett, szájából ilyenkor odvas fekete fogak bukkantak elő, szélesek és lapátosak, ha lónak a fogai lettek volna aki sovány jegyző olyan komolyan ült ott, mint ha a hivatalos dolgát végezte volna. Szemüvege alól hol a lapokat, hol a többiek arcát nézte. Nadrágja melle közepéig érts, olyan volt, mintha a melkasa nem is lett volna csupán a nadrág tartó két szárával egy hosszú hasat akasztott volna a nyakába. Bácsani rövid vaskos karjain még az ingúját is föltűrte, barna arca zsírosan fénylett és legfőképpen a poharakat ügyelte, hogy melyik üresedik. Prencsák kiveresedve verte az asztalt. Na, egy tököt. Na, még egyet. Na, még. Adut. Adut. Hát ez az, véheted a francba a makást. Így kell ezt kiátszani. Aufbaue úr nevetve csóválta a fejét, fekete fogait, majd kiejtette a szájából. Disznód van te! Mindig mondottam, hogy disznód van. A kis jegyző ügybuzgó komolysággal nézett a szemüvege mögül. De ha Bernát azzal a makkal idejébe kijő, nem csinálod meg, nem létezik. Mondhatsz, amit akarsz, recsegett a tisztartó, akkor is még itt volt a piros tízes. Ha azt nem nyelted volna le. Tölts már szentséget a fejedbe. Az asztal fölött függő lámpa égett, s odébb a kis asztalon egy másik. Annál dolgozott Eszterke és a tisztartóné a kelengyén. A tisztartóné pöttyös fekete ruhát viselt, mint hízásra hajló termetét kedvesen kidomborította. Pontjából egy hajtű, furcsán kiállt, szeplős kövérkés nyaka szinte illetlenül szökött ki a ruha kivágásából. Mozgékony kisasszonyka volt a tisztartó, néhol itt volt holott. Olykor a konyhába ment, olykor az iroda melletti kis szobába, melyet tulajdonképpen uradalmi vendégszobának építettek. De most az osztováta állott benne, melynél a Rebi, a béres a kelendjének valót szőtte. Amióta dobolyból átköltöztették az új tiszti lakásba, Brencsákné nem győzött betelni a szép új lakás tágasságával. Rendezési szenvedélyét, mely minden asszonyi lélek mélyén kisebb-nagyobb mértékben megtalálható, naponta kiélte. Hol a hálószobát rendezte újra, hol a nappalit, a fiókokat, a szekrényeket, hol a kamarát, a konyhát, a szobát a vendégszobát egyedül az irodában nem mert rendezgetni. Urának tekintélyes foglalkozását az őserdők erdők szerencséjének babonás félelmével tisztelte. Százszor elmondta a tanítónénak, a jegyzőnének, sőt még áziknénak is. Jaj, lelkem, én az uram dolgaiba nem ártom magamat. Még csak hozzá sem szólhatok. Nagy tudomány ez az én uram, a maga gazdasági politikájával, meg mindenfélével. Én lelkem még a közelébe sem megyek a sok könyvének, írásának, ezer holmiának. Csak nézem a szomszéd szobából, hogy néha fél éjszakán keresztül ír abban rengeteg sok könyvbe. Jaj, lelkem, én nem mártom bele magamat azokba, férfi dolgok azok hanem aztán az asszony dolgokban annál életre valóbb volt Brencsákné. Alig telepettek meg a varjasi uradalomban, már is felállította az osztovátát, volt gyapjúja, lene, kendere, mindene, ami kellett. Rebiszőt éjjel és nappal a béres asszonyok fontak, gombolítottak, tojást hoztak, kotlót ültettek, ezt-azt csináltak, és Erzsébet asszony nem győzte csodálni, hogy a tisztartó feleségének hamarabb van csirkéje, mint neki. Több vászna van, jobb pokrócai készülnek. Hát igen, Rendszák még határozottan ügyes asszony volt. Eszterke félszemmel a csipketerítőn dolgozott, félszemmel Janit nézte, ahogy csupaszkarjaival az asztalra könyökölt, ahogy a kártyáját nézi, ahogy leüti az asztalra, hogy fürgén felugrik és bort tölt. Szemében, ahogy a fiúra nézett, éppen olyan feltétlen tisztelet ragyogott, mint anyjáéban, mikor az urának rengeteg tudományára tett parádés célzásokat a többi asszony között. Eszterke csodálta a vőlegényt. Csodálta erejét, mely kurta és vaskos karjaiban lakott, s vállaiban, mikor futva vitte föl a zsák búzát a gabonás emeletre. Csodálta hegyke bátorságát már azt is, hogy őt azon az éjszakán iványban megmerte csókolni. Egyáltalán annak az éjszakának az emléke, illetve pontosabban a sarjú bogjáé, melybe akkor estek, elevenen élt és kísértett benne, mint egy borzongató és izgalmas ígéret, ha eszébe jutott, meg kellett nedvesítse nyelvével az ajkait, mert kiszáradtak. Eszterke igyekezett gyakorlatilag is föleleveníteni annak az éjszakának szédítően kellemes emlékeit azáltal, hogy alkalmat keresett Janival a kettesben maradásra. Azonban a mamának áspis szemei voltak, és úgy látszik bőséges tapasztalatai, mert egy pillanatra sem hagyta magakra őket. Így Eszterke meg kellett elégedjen a sovány emlékekkel és az epekedő sóhajokkal, melyeket sűrűn küldözgetett az asztalra könyöklő ifjú felé. Az ifjú egyébként elemében volt, már is a családhoz tartozónak érezte magát, és cinkosnak az uradalom dolgaiban cselédfogadások, részes földolgát együtt beszélték meg. és a megbeszélésekben nem egyszer belevették az öreg dászkált is, mint a helyi viszonyok alapos ismerőjét. A dászkál ilyenkor úgy viselkedett, mint akit nagyon nem érdekel a dolog. Véznán is kopottan üldögélt a tanácskozók mellett, sovány madárfejét fejét lelógatta, s olykor rámtott egyet-egyet a vállán. Ezt Megfogadhatjátok? Azt nem ajánlom. Ez megérdemli a pártfogást. Az restember. De belül csupa figyelem volt ilyenkor, mint az ugrása készülő macska, s a krajcárosan mért szavakat okosan válogatta, hogy az jusson be, akit ő akar. És kit akart? Istenem! Az uradalom cselédei között szinte nem is volt már magyar. Csapkodtak a kártyák. Itt az adó, ordította a brencsák. Esmét és esmét, na az anyád ne sírasson, Filko, vigyed! Az borra pedig fogyott az övegekből. Úgy egy órával lámpagyújtás után bejött a cseléd. Az öreg béres akar beszélni a tekintetes urral, mondta. Mi baja? Horkadt fel Brencsák a kártya mellő. Jöjjön, Bé! Az öreg béresbe jött, szép szál, magas ember volt, dobói magyar ember, még az öreg nemzetes urat szolgálta, annak idején onnan került át. Na mi bajod? Az öreg tisztességtudóan megállt a küszöbön, kezében a sapka. Engedelment, istállok, tekintetes úr, az egyik ökör beteg. Mi baja van? Nem kérődzik. Mióta? reggetű. S most szólasz, te marha. Vártam a tisztartó urat, hogy tán az istálóhoz máma. Prencsák kivörösödött. Mert restek vagytok, mincs csak pátjátok a szátokat, ahelyett, hogy gondolkozzatok. Asszony, adj egy deci seprő pálinkát, de nehogy meg a te. Törzsd az ökör szájába, elígy. Egyéb van-e valami? Itt vannak, és az emberek is délután. Miféle emberek? Hát ezek. A részesek. Istvánék meg a dobói Márton. Nem megmondtam nekik, hogy jöjjenek máskor. Most nem érek rá. Majd megízenem, hogy mikor jöjjenek. Azt mondják, a tiszteletes úr küldötte őket. Brencsák ökle lecsapott az asztalra. Hát, ki itt az intéző, a pap, vagy én? Erigyani fiam zavard el őket. Jani letette a kártyát, kabátját a vállára vetette, felhajtott még egy pohár borcs, kiment. Az öreg bíró utána. Brencsák töltött magának, majd megtanítom én ezt a papot. Fújta előbb felbosszantja a várót ellenem, aztán nyakomra küld egy rakás rossz parasztot. Majd elintézem én a baját, csak jöjjön a legeltetés ideje. Behajtom a juhait az erdőbe. Oda szokta küldeni őket tavasszal, adok neki tilos legeltetést, majd akkor fusson a báróhoz, az is másképpen fog ránézni. Tölcs magadnak, Zolti, szervusz! A jegyző savanyúan bólogatott. Sok baj van ezzel a pappal, az bizonyos. nap is a községi tanácsban milyen lármát csapott. Hogy miért nem adtam a birkatartást Balla Ferencnek? Miért adtam Tomának? Hát miköze ehhez egy papnak, nem igaz? Ő a jegyző, vagy én vagyok a jegyző? Jani visszajött. Lelökte a kabátját. Elküldtem őket. Egy levél is volt náluk a paptól. Itt van. Négy rét hajtott kockás papíros lökött az asztalra. Brencsák utána nyúlt, nagy szőrös kezével kibontotta, s fél olvasni kezdte. Kezeit messzire ki kell nyújtsa, mert távollátó volt kedves Guszti, itt küldöm az embereket, akiről a báró rendelkezett. Melyé megé megérdemlik a legjobb helyet, mert hűhűséges magyarok voltak. Negyven holt kapálást és negyven holt, hát még mit nem, kaszálást adjál nekik, tisztelő híved, Holló János lelki pásztor. Ahogy tisztelnéd az öreg térdjét. hallod, Jani, negyven holdat. És még hogy a legjobbat, mert megérdemlik. Hát ezt majd én megmondom, hogy mit érdemelnek, s mit nem. A dombok közé ki van már adva? Nincs még, nem kellett senkinek, azt mondják sovány. Há, aztán sovány, amilyen van, ezt adjuk nekik, érted, Jani? Hogy ne járjon a szájuk s kapnak a tó mellett. A sátéból, érted? Kevés, alig tíz hold az egész, nem lesz baj, érte? Hát aztán mit tegyek, ha nincs? Vegye még földet a báró, a mindenkinek akar juttatni valamit, különben is. Mire hazajön? Elfelejti az egészet. Na, osszad Bernát, lássuk, miből élünk, asszony. Az még abból a borból. A kastélykert fölötti zsellérházban meghalt az öreg Mihály. Egész télen át nyögött, fogta a derekát, tapogatta a bordáit, melyek kiállottak, mint a rossz cigánylónak. Naphosszat ült a kemence mellett, csak ült, s nézett maga elé, várt. A tavaszt várta, hogy kisüssön langyosan a nap, s a fű zöldülni kezdjen, csilingeljen a bárányok nyakán a csöngettyű, kihajtsák a gulyács, ami elromlott, kiavuljon. De a tavasz nem jött. Csak mint fújt a szél, az eresztékek között, a ház néha megcsikordult tőle, mert öreg volt akár csak Mihály. Csak mint hullott a hó, vagy fagyott, éjszakánként recsegtek a gerendák a hidegtől, s az ablakok üvegét vastagon lepte az úzmara. Az unokák is diderekbe bújtak össze a kuckóban, s az apjuk, ha erdővágásból hazajött hidegtől kimart kezein, Facsipte orcáján csak úgy hozta be a házba a tél kegyetlen leheletét. Későn jött a tavasz, nagyon, abban az évben. Öreg Mihály nem győzte kivárni, csak ült a kemence mellett, megsoványodott arcába belelógott hosszú, sárgás-fehér hajas nézte a tüzet, vagy nézte az ablaküvegét, s néha motyogott magában. Olykor maga köré gyűjtötte az unokákat, ha jobb kedve volt, s bízott egy kicsit a tavaszban, s furcsa meséket mondott neki, egészen furcsákat, amiket gyermekfővel nem is lehet megérteni. Valami nagy háborúról mesélt ilyenkor mindig, ahol sokan meghaltak, s aminek egy nagy tűz lett a véges, a rablás és pusztulás. Egy régi kastérról mesélt, ami leéget, hogy hogy részegoláok hogyan gyújtották föl az istállókat, hogyan hordták szét a sok marhát, lovat, disznót, kiütötték a hordók fenekét, s vederből itták a finom úribort. S a kasznád urat hogyan ölték meg, kiszúrták a szemeit, szeget vertek a körme alá, karót nyomtak a hasába, s úgy húzták le róla a bört elevenen az urak bujkálva jártak, és gyalogosan nem volt, egy tehénre való pénzük még a főzésre való tajást is kölcsön kérték a faluból, s az urak leültek a szegény ember asztalához, s egy tálból ették vele a puliszkát, bizony, bizony. Hitték is nem is a gyerekek. De azt, hogy az urak puliszkát ettek, azt semmiképpen nem hitték, kacagtak rajta. Hogy ne az urak, s még hogy leültek egy ilyen házba az asztalhoz. Öreg Mikály nem sokat törődött azzal, hogy hiszik-e az unokák, vagy nem hiszik. Ő csak mondotta, mondotta. Aztán, hogy a tavasz csak nem jött, mind nem jött, egy este abba hagyta a mesét, fejét letette a bundára, és elaludott. Reggel nem ébredt föl, meghalt. Sírját odaásták meg a ház mögé, a legelő sarkába, Máriskó mellé. Nem nagyon látszott már a Máriskó sírja. Se domb, se fejfa nem maradott utána, csak helyét jelezze ezen a világon. De szegény embernél ez úgysem fontos. Aki tud még rólas keresi, az megtalálja az emlékezetében, akinek meg nincsen vele dolga, annak úgy is mindegy. Úgy körülbelül rámondták, itt lehet iskó. Aztán ástak mellé egy gödröt, és abba temették az urát. Hadd feküdjenek egymás szomszédságába, ha így tettek az életben is. A temetése eljött a tanyáról, a nemzetes úr és a nemzetes asszony. Szánnal jöttek, a szán lentebb megállott, s ők karon fogva felballagtak odáig csöndesen, öregesen. Más nem is igen volt a temetésen, csak éppen a két fiú, kiki a maga családjával sírás se volt, mert mit lehet síratni egy öreg emberen, aki amúgy is halni való volt már, aki fölött az élet eltölt, s csak teher volt ő is a világnak, és a világ is neki. Hideg volt a pap, sietve elmondta magáét, aztán hányni kezdték a göröngyöt a koporsóra. Fagyottan kopogott a föld, lassan, kinőtt a hóból a sárga halom. Öreg Mihály utolsó földi nyoma. itt van még egy darabik ezen a tavaszon látszani fog úgy, ahogy nyáron is. Aztán benövi a fű, földje megroskat, marhatapos rá legeli és egy-két év után úgy szaladnak át az unokák fölötte, mintha egyéb se volna ott, csak virágos mező. A két öreg ott állott a sír mellett, nézték, nézték, s az életre gondoltak, arra, ami eltelt. Nézték a töpörödött kis zsellérházat, s eszükbe jutott az a régi novemberi este, mikor a hóstáti fuvaros szekéren megérkeztek ide nézték a kőris fákat, mögöttük az új, idegen kastélyt. Aztán arra gondoltak, hogy szép volt, ha nehéz is volt, de újra elkezdeni nem volna jó, nem volna értelme. Áldakott sokáig. Már a pap régen bevégezte a dolgát, mire a sírások is bevégezték az emberek, ácsorogtak és nézték, hogy mi lesz. A pap topogott, mert fáztak a lábai, a gyerekek kezdtek a ház felé húzódni, körmüket fújták. És ők még csak álltak, s nézték az élet után, ami elszállt, hogy helyet adjon valami másnak. Aztán az öreg nemzetes úr megmozdult, lehajolt, fölvette egy sárga göröngyöt, kicsit forgatta a kezében, majd szétmorzsolt, és visszalökte a többi közé. Na, Mihály, mondotta halkan, reketten, és nagyon öreg hangon. Te már befejezted a magadét, legyen veled az Isten ezen túl is. Azzal karon fogta a nemzetes asszonyt, s megindultak lassan, öregesen, vissza a szánhoz. A számból még egyszer visszanéztek a horpat fedelő zsellérházra, mely valaha az övék volt. S Mihály lakott benne, s most, hogy Mihály élet, nagy bajosan reál íródott, most majd más lakik benne. Megnézték még egyszer jól, hogy el ne feledjék, ha utoljára látnák. Aztán oda szóltak csöndesen a kocsisnak. Mehetünk, Gergely! nem szóltak egymáshoz. De érezték mind a ketten, hogy így lesz ez majd a végén is, utoljára megnézik a világot, azt, ami kedves volt belőle, amiért érdemes volt tenni ezt meg azt. Megnézik jól, hogy ne feledjék el. Aztán valami láthatatlan kocsisnak halkan odaszólnak, mehetünk. Gergely. S halk suhanással, alig észrevehető módon elmarad az élet. Alig temették el az öreg Mihályt, néhány nap múlva már üzent a tisztartó fiatal Mihályhoz. Jöjjön be, mert szava van vele. Az irodán azt mondta neki. Ide figyelj, Mihály! Akarsz csordás maradni? Akarsz békében élni? Már hogy ne akarnék, Istálom? Felelte Mihály. Akkor ide figyelj. A báró meg akarja venni tőled a telket, amit az öregre íratott. Mit kérsz érette? Fiatal Mihály vállat vont. Ha a báró meg akarja venni, úgy is megveszi. Mit szóljon ő hozzá? Adjon a tisztartó úr érte, amit akar. Kapsz egy tehenet borjúval. Többet nem ér. Sze szóval a ház csak bajnak való. Jó lesz? Jó lesz, Istálom. S a ház visszaszállott az uradalomra. Mihály megkapta a tehenet borjúval. Igaz, hogy öreg tehén volt már, de tehén. S még mielőtt a hó elment volna, egészen kitelepítették Mihályékat a házból, átrakták őket a csordához, dobolyba. A házat pedig bontani kezdték, ledöntötték, eltakarították. Öreg Mihály fölött alig roskadt egy arasznyit a föld, s a ház már nem volt sehol. Csak a ledöntött vályok falak s néhány szerte hullott, feketére vénült nádkötés mutatta a helyet, ahol állott. Ahol egy embernek szállása volt egy hosszú és keserves életen keresztül, és ahonnan néhány élet elindult, hogy meghódítson magának valamit a világból. A jogtanácsos úr mindössze egy pengő forintot számított magának az átírás végrehajtásáért. Dr. Júrisz Proszpejek János úr, a fő ispán jogtanácsosa méltósággal viselte ezt a hivatalt. Névjegy kártyáján rajta állott Báró Varjasi Gábor uradalmainak jogtanácsosa. Cikkert hordott és magas, keményített gallért. Egyáltalán nagyon hasonlított a megboldogult apja urára. Néhai jó, proszpejek Anton, Bezirker urra. Anyjától, a zsidó származású Helén mamától, Csupán fürgeséget és józan kalmár szellemét örökölte, meg a kékesi házat a szatócsbolttal. Ezt az utóbbit azonban eladta egy még élelmesebb zsidónak, akit nem terhelt doktorság a pénzkeresésben. Helyette aztán vett magának másikat Szamos újváron, ahol ügyvédi irodát nyitott, jogtanácsos lett, s hamarosan tekintélyes és gazdag ember. Nem hiába erőltette Helén mama, hogy ügyvéd legyen a fiúból. Nem hiába mondta, az ügyvédség fiam, a legtisztább üzlet azon veszíteni nem lehet. Mert miből él az ügyvéd? Abból, hogy más embernek baja van. Baj pedig annyi van a világon, hogy akárhány ügyvéd megélhet belőle. Nas, ha nincs, azért ügyvéd, hogy csináljon, legyen valami haszna belőle, ha már annyit tanult. Elén mama filozófiája pontosan bevált. Proszpejek János prókátorsága aranybánya volt. Mert baj akadt elég. Testvérek veszekedtek az örökség fölött. Prókátort fogadott ez is, az is. Pásztorolni a maga igazát. Persze, a prókátorok győztek. Mindegyik fölszámította a maga költségeit, s az örökséget megosztották. Fele a prókátornak jutott, fele a testvéreknek. Valaki nem fizette rendesen a tartózását, prókátorhoz vitték az ügyet. Az aztán ráküldte a végrehajtót, kamatostól, költségestől, dobravert mindent, a pénzzel pedig elszámolt ügyesen. Ha maradt valami, azt megkapta a kliens. Ha nem, hát minden esetre erkölcsi diadalát zsebre vághatta. De persze szigorúan, törvényes volt minden Isten őriz. Nem hiába van csavaros formája a paragrafusnak, az ügyvédekkel tart az is. Szóval, Prosperyek János úr mások bajából lassan, módos és tekintélyes polgárrá gyarapodott, akire büszkén tekinthetett a haza. Oszlopa volt ő az új társadalomnak, vállán az igazság nyugodott meg a rend, a Szent Istváni tető, mely alá bárki behúzhatta magát. Még koncot is találhatott, ha volt könyöke hozzá, s győzte ravassággal. Na meg, ha tudta jól verni a mellét, szavalni a talpra magyart, siratni kosutot és dicsőíteni a nagy magyar újjászületést a Kárpátoktól az Adriáig. Prospelyek János mindezeket nagyszerűen tudta. Hamarosan tagja lett a városi tanácsnak, alelnöke a tulipán egyletnek, s a lelkes fiatal hazafiak tekéző társaságának tiszteletbeli díszelnöke. Feleségül vette a polgármester hatodik és legjelentéktelenebb lányát, és ezzel bevonult a magyar haza első polgárai közé. Varjasi Gábor elégedett volt vele. Dolgait rendesen, pontosan és ügyesen igazgatta. Havonta egyszer kikocsizott Varjasra, átnézte a könyveket, meghallgatta a brencsák panaszait, hogy melyik paraszt hol számtott be, kiszegte meg a szerződést, kimaradt adós. Fényes fedelő fekete a alapos gonddal följegyzett mindent, aztán visszakocsizott szamosújvárra. Előbb természetesen tisztelgő látogatást tett a bárónénál, ha oda-haza volt, s a gyermekeknek is vitt néhány apróságot. Fizetését minden hónap elején pontosan fölvette, a Szamosújvár és vidéke első takarékpénztárából, mely gazdagok örömére, szegények csapására, abban az időben létesült, mint elsőfokú kultúr, tényező, s melynek természetesen igazgatósági tagja volt ő is. Mióta Varjasi Gábor ispán lett, Proszpejek János úr tekintéje is jócskán kiterebélyesedett. Fiatal ügyvédek tisztelettel néztek rá, bírák barátságát keresték. Jogtanácsosi tekintéje mellett megnövekedett társadalmi érdemei is, melyet biblikus puritánsággal támogatott a jó örmény polgárok szemében, az a rendre kisarjazó hat proszpejek csemetek, kiket a jelentéktelen és szürke kis polgárleány szült egymás után, szerényen, de kitartó szívósággal. Mindezektől eltekintve valóban nagyon elfoglalt ember volt a jogtanácsos. Délelőtt tárgyalásai voltak, délután gyűlései, megbeszélései, tanácskozásai. Szombat esténként a lelkes fiatal hazafiak tekéző társasága tartotta szokott összejövetelét a korona külött termében, ahol megjelenni, mint díszelnöknek kellemes kötelessége volt. Ilyenkor egy korsó sörrel a kezében, hosszú és lelkes beszédeket mondott, mi alatt vakító fehér és hallatlanul magas, kemény gallériában fel alátáncolt kiálló Ádám csutkája, mellén zsebéből vastag arany óralánc fityegett, s aranykeretes, csiptetős szemüvege vékony zsinóron lógott alá a gombjukából. Buzdította a köréje gyűlt atyafiságot, a tekézés testes és lélekedző nemes mulatságára, mely a haza szolgálatára tetterős honfiakat képez és végül emelte poharát a polgármesterre, aki kegyes volt helyet adományozni az új tekepályának, vagy a törvényszéki elnökre, aki vándordíjat létesített, vagy a tulipán egylet holléányi erényekben gazdag elnökeire, a polgármesternére, főszolgabírónéra, rendőrkapitánynéra, s a díszes úrhölgyek seregére, kik zászlót adományoztak az Egyesületnek, mely alatt elfogódott lélekkel és lelkiekben gazdagon menetelhessen e város ifjú polgársága új diadalok felé. A Kárpátoktól az Adriáig a beszédet lelkes éjjenzés követte, és mindenki fenékig ürítette a poharát a jól végzett napi munka után fáradtan tért haza a családi körbe. Kényelmes papucsot húzott, s karos székében hátradőlve, végigolvasta a budapesti hírlapot, meg a szamosmenti tárogató legújabb számait. Miközben a hat jól fejlett csemete legalább hatvan helyet lármázott, végül megpaskolta az asszony szeliden terjedelmes hátát, és miközben nagyot ásított, megkérdezte családfői gondoskodással. Na, Vilmácska, mi újság itthon? Semmi, apu, felelte ilyenkor Vilmácska, és barátságos kövér arcával szeliden rámosolygott. Természetesen Proszpejek János úr apróbb ügyektől sem zárkózott el. Legfeljebb bojtárjával csináltatta azokat. Természetes volt az is, hogy minden varjasi út alkalmával akadt egy-egy aggodalmas tekintetű paraszt, aki kalapját a kezében forgatva hosszú és körülményes mondatokban panasztolta el a tisztilaki irodájában a maga bajait, és kérte a jogtanácsos urat, hogy vegye pártfogásba az igazát. Ezek kivétel nélkül olyan emberek voltak, akikkel Brencsák már előre megbeszélte a dolgot, és akik önkéntes örömmel megemberelték a tisztartó urat egy kotlóval, egy szakajtó tojással vagy vágnivaló csirkével csak azért, hogy szóljon néhány jó szót érettük a jogtanácsos urnál. Ezek az emberek aztán szintén bekerültek Proszpejek János úr híres fekete eszébe. Így keletkeztek a Marizsány kontra kis, Paveluk kontra székelyperek, s talán nem is tűnt föl senkinek Proszpejek János úrnak legkevésbé, hogy ezekben a perekben ő többnyire a mariznyákokat és a pavelukokat képviselte odaadó, honfiúi buzgósággal, akik ennek folytán többnyire meg is nyerték a pert. Ilyen per volt a Rusz Dumitru kontra Balladénes. Balladénes doboi gazda volt, apái, nagyapái évszázadok óta odavalók, együvé tartozók a birtalanokkal, székelyekkel, pálokkal, kisekkel, molnárokkal. Ennek a balladénesnek az apja, Balla Ádám, beteges, gyönge ember volt, olyan korán öregedő, maga tehetetlen. Volt neki egy darab kaszálója az erdő alatt, valami háromholnyi hely, amit még azokban a régi, zavaros időkben elvettek volt tőle a dobói oláok, és hosszú ideig a három rusz testvér használta, nagy szájú hitvány emberek. Balla Ádám nem tehetett ellenük semmit, félt, hogy fölgyújtják. Megölik, és így hagyta a dolgot. Közben a három rusz testvér egymás között megegyeztek a kaszálón, és Anton a legidősebb megváltotta a másik kettőnek a részét pénzem, s egymaga használta az egészet. Ennek az Antonnak volt a fia Dumitru, aki már az egészet örökölte. Közben Balla Ádám, az öreg, meghalt. Balla Dénes hazavedődött, és átvette az örökséget. Azon kezdte, hogy kiverte Rusz Dumitrut a kaszálóból. Rusz Dumitrunak segítségére jöttek a rokonai, Balladénesnek is az övéi, és olyan háború keletkezett, hogy a törvényt kellett segítségül hívni. A királybíró meghallgatta ezt is, azt is, aztán megbüntette verekedésért az egész társaságot. Hanem a kaszáló füvét Balladénes lekaszálta, hazahorta. Rosz Dumitru elment a Daszkálhoz, a dászkál Bremcsákhoz, Bremcsák a jogtanácsoshoz. Proszpejek János úr türelmesen végighallgatta Ruzdumitrut és a tanukat, akik esküvel bizonyították, hogy Ruzdumitru apja pénzen vásárolta azt a kaszálót tulajdon testvérétől. Fölvette a pert. Balladénest is, Ruzdumitrut is beidézték néhányszor Szamosújvárra, s velük együtt egy egész csomó embert. Végül aztán ő felsége a király nevében kimondották az ítéletet. A kaszáló Rusz Dumitrut illeti, mivel az apja pénzért vette, s mivel harminc esztendeje már, hogy a Rusz család használja. És ez alatt az idő alatt senki törvényes panaszt nem emelt. Balladénes meghallgatta, megütődve, hogy mit mond az ő ügyében a magyar király a bíró szavaival. Hallgatta, még az álla is leesett a csodálkozástól. Aztán megcsóválta a fejét, s ennyit mondott. Ezt sem hittem volna, hogy ő felsége a tolvajnak fogja a pártját, azzal kifordult a tárgyalóteremből, hogy ne is lássa Rusz Dumitrujék kárörvendő pofáját. Persze, a perköltségek elvitték az egyik tehenét, s a széna árát is meg kellett fizesse, büntetéssel együtt, amiért erőszakkal lekaszálta. Mindezekre és kamatokra ráment a másik tehene is. De Balla nem szólt semmit, egyetlen árva szóval sem panaszkodott senkinek. Mert ha már a király is így látja, ha már az is az oláoknak kedvez, akkor nincs mit szólni. De furcsa király lehet ez, magyarban annyi bizonyos. Ezen gondolkozhatott Balla Dénes hanem három napra rá egy hosszú, sovány, feketébe öltözött és igen kopott ember állított be Proszpejek János úr Szamosújvári irodájában. Az úr ama Proszpejek nevezetű prókátor? kérdezte az íróasztal mögött uralkodó jogtanácsostól. Én lennék. A jövevény jól megnézte, alaposan. S magyar ember az úr. Proszpejek János elmeresztette a szemét erre a kérdése, felállt, és közelebb ment, hogy jobban megszemlélhesse a csodabogarat. A csodabogár lábán csizma volt, s a csizmába begyúrva fekete pantalló hosszú, fekete kabátja viseltesnek látszott, széles karimájú fekete alapjáról hiányzott a szalag. Sovány volt és borotvált képű, arca rámcos, nem éppen fiatal, orra vékony és hosszú, keskeny szája fölé hajló. A jogtanácsos megszemlélte a különös embert, aztán megkérdezte. Kihez van szerencsém tulajdonképpen? A jövevény összeráncolta a homlokát, végignézett a vigyorgó, bojtárokon, s csak azután felelt. Holló vagyok, a dobói pap. Azonban arra feleljen az úr, amit kérdeztem. Magyar ember az úr? Proszpejek úr teljes tekintélyében kiegyenesedett. Igenis, magyar vagyok. A dobói pap azonban nem nyugodott meg ettől. Elgondolkozva csóválta meg a fejét. Nem tudom elhinni. És miért nem tudja? Peckesedett most már bosszúsan a jogtanácsos. Mert aki olyasmit cselekszik, amit az úr cselekedett, az nem lehet magyar ember. Keményen csapta oda a szavakat a pap. A három ügyvéd bolytár elkomolyodott és összenézett. Nem kellene kidobni ezt az embert? A jogtanácsos elfehéredett a bosszúságtól. Miről beszél maga? Recsegte. Hogy jön hozzá, hogy ilyeneket mondjon nekem? Tudja, ki vagyok én? Tudja-e, ki vagyok? Előre hajolt, aprókat ütött öklével vézna mellére, úgy ismételte. – Tudja, ki vagyok? – Tudom. Bólintott komoran és lenézően a másik. Egy proszpejek nevezetű prókátor, aki becsületes magyar emberek vagyonát átperli az oláoknak. Oláok hamisságának szószólója az úr. – Tudom a jogtanácsos rikácsolt a mérektől. Kikérem magamnak az ilyen hangot, és felszólítom, hogy hagyja el az irodámat. Én az igazságot nézem, és nem az oláokat vagy a magyarokat, nekem az mindegy. Én a törvényt nézem, és az igazságot. Hordja el innen magát! A pap csak állt komoran, és nézte, a bezderkedő aprócska embert. Sötéten mondotta. Hát elég rosszul nézte meg az igazságot, tisztelt Prókátó úr. A balladénes dolgában. Elég hitványul nézte meg. Az oláok elrabolták a földjét. Az úr meg szentesítette a törvényjel ezt a rablást. Dicséretes magyar ember az úr, és derék egy prókátor. Ez már sok volt a jó rosszbieknek, dühösen sziszegte. Hajja, ne sértegessen engem, mert megjárhatja, mi köze az én dolgaimhoz, mi? Takarodjon innen! S hatalmas mozdulattal az ajtóra mutatott. A pap homlokába húzta a kalapot, és a szeme tüzelt hogy mi közön van? Minden magyar embernek köze van ehhez, prókátor úr. Jegyezze meg. S vigyázzon arra, amit mondok. Még számon kéri valaki egyszer azt, amit ez ellen a nép ellen elkövetnek az urak. És nehogy a prókátor úr legyen az, akitől számon kérik. Azzal megfordult, s az ajtó felé indult. Fenyeget? Rikácsolt a képéből kikelve a jogtanácsos. Még fenyeget is? Hát, megtáncoltatom én magát ezért, megálljon, megtáncoltatom én! A pap megállott az ajtóban és visszafordult. Nézze az úr, szólt vissza komoran. Én Isten szolgája vagyok csupán, és nem árthatok sokat az úrnak. De hiszem, hogy egyszer megfizet még az Isten azért, amit balladénessel elkövetett. És még magyarnak meri mondani magát az úr? szégyen és gyalázat! Azzal becsukta maga mögött, szelíden az ajtót. Végigment a folyósón, nyikorgó padlón, lement a kitaposott lépcsőn, át az udvaron, és ki az utcára. A kapu előtt megállt, nézelődött. Kövér, kereskedő forma ember haladt el előtte, azt megszólította. Megbocsásson, szeretett atyám fia, hol lakik egy becsületes prókátor ebben a városban? A kövér ember ránézett. Prókátor? Éppen itt van egy, s a kapu fölötti táblára mutatott. A pap ránézett a táblára, melyen Doktor Proszpejek János köz- és váltó ügyvéd neve ékeskedett, aztán megcsóvált a szelíden a fejét. Én azt kérdeztem, kedves atyámfia, hogy merre lakik egy becsületes prókátor. Az idegen egy pillanatig megütődve nézte a papot, aztán megcsóválta a fejét. Uram, olyan prókátor nincs. Legyintett és tovább indult. Néhány lépés után megfordult, újra megnézte jól a csodálatos csizmás embert, aki ilyen furcsákat kérdez, megcsóválta a fejét és dünnyögött valamit. Úgy ment végig egészen a sarokig, míg el nem nyelte a szomszédos utca. Fejcsóválva, dünnyögve, vissza-vissza nézett. Holló János tiszteletes pedig ott állt az utcám, tanácstalanul. Levette a kalapját, megvakarta a fejét, és gondolkodott, hogy mit évő legyen. Hát a mögött léptek, hallottak, s valaki megállt mellette. Tiszteletes úr, még itt van? kérdezte egy hang. A pap fölnézett, s egy kopott ruhás fiatalembert látott. Rövidre nyírt hajút, barra képült pejhes bajszút. Megismerte, a jogtanácsos egyik bojtára volt. Én itt, feleltek kelletlenül. A bojtár csak állott mellette. Vár valakit, tiszteletes úr. Várom Jeremiást, hogy elsirassuk együtt ezt az országot. Egy ideig a Bojtár nem szólt semmit. Áltak, hallgattak. Igaza volt a tisztelet Ures úrnak abban, amit mondott. A pap ránézett a fiatalemberre. És ezt maga mondja? Ezt én. Prókátor maga is. Csak Bojtár. És mitől lesz? A Bojtárból prókátor pénzből. Egyéb nem kell hozzá? Egyéb nem. A pap elgondolkodva nézett maga elé. S maga megvédte volna szegény balladénest? A fiatalember barna szeme megvillant. Én meg, ha módom lett volna hozzá. A tiszteletes megint csak gondolkodott. Hogy hívják magát, fiatal barátom? Kovács Ferencnek szolgálatára. Jó neve van, bólintott elégedetten, tisztességes név. Apámtól maradt. Egyéb nem is, semmi. A pap megindult lassan az utcán, a bolytár mellett. A sarokig mentek így, egyik sem szólt. A saroknál megállt a pap. És mennyi pénz kell ahhoz, hogy prókátor legyen a bojtárból? Amennyiből két hónapig megélhet Kolozsvárt, hogy letegyen két vizsgát. A pap hirtelen kinyújtotta nagy csontos kezét. Szervusz, Kovács Ferenc! Holló János vagyok, kiviszlek falura, gyere! A többit majd meglátjuk. Holat cók mókod! Egy óra sötelcs együtt fordultak be a vásártér mellett Süle Orbán kocsmájába. Kovács Ferenc zöldre festett katonaládát cipelt, a kocsmából átmentek az udvarra, onnan az Istállóba. Ez itt a pillangó, mutatott holló János a csontos öreglóra. Szép neve van, bólintott Kovács Ferenc. Szép, hagyta rá a pap, s talál az országhoz. Hogy érti ezt? Csodálkozott a bojtár. Ezt is Magyarországnak nevezik, s mégis mindenki röpködhet benne, csak éppen a magyar nem. Hát, ez igaz. Komolyodott el Kovács Ferenc. Befogták pillangót a szekérbe, aztán fölültek, és elindultak. Lucsogott a sár a ló lábai alatt, s szortyogtak a kerekek. Végit járja a tél, vélte Kovács Ferenc. Egyszer minden béfejeződik, hagyta rá a pap. Éppen elég baj. Miért? Mert balladénes pöre is befejeződött, azon én már nem segíthetek. A pap meglegyintette pillangót az ostorral. Baj van mindig, ami segítségre szorul. Hát az van. Kimérten lassan kocogott pillangó az öreg szekérrel, azokat fönt a deszka ülésen billentek erre-arra, ahogy a gödrök megkívánták. A füzesi hegyek éjszakos oldalán még fehér lett a hó, de a déli omlások sárga agyagföldje már csupaszon állott és sűrű párát izzadt a napon. Az ég tiszta volt és kék, mint a vigasztalás. Az árok szikkat partján borzas kis pacsírták ültek, s álmos szemekkel néztek szembe a nappal. A tavasz is eljön, törte meg a csöndet, Halk szóval Kovács Ferenc. El. Bólintott a pap, ha segítenek neki. S fölnézett a kék levegő égre, amelyet szikrázva pásztázták végig a napsugarak. Na, itten vagyunk. A falu úgy feküdt az estében, mint a lőtt farkas mogorván, párásan, csapzottan, keserű bűzöket eresztve. Az olvadás mocska meggyűlt az utcák szélén, nyeszlet akácok búsongtak, a kerítések sarkán sár volt és trágya lészag, s mindenhol vizek csurogtak, mocskos, sárga, rosszagú vizek. Kovács Feri körülnézett, de nem szólt semmit. A pap figyelte, aztán bólintott. Nyomorúság az van, mindenhol van. Na, itt lakom én. A papilakás lakás udvarán a rozoga léc kapuja nyitva volt, egyik sarka oldalra billent, mint a beteg varjó szárnya. Pillangó otthonosan fordult be rajta, egyenesen a fészer alá mencs ott megállt. Gergő bá! Hé! Rikoltott a pap, mire kinyílott a fészer melletti pajta ajtaja, s egy apró, bozontos öregember nézett ki rajta mogorván. Bocskor volt rajta, s folton foltozott mocskos ruha. Arca szürke volt a ránőtt szakáltól, födetlen fején borzas koloncokban lógott a szürke haj barátságtalanul nézik végig emberén, lovon, szekeren. Hát haza gyűjt már. Ez Gergőben mutatta be Holló János tiszteletes az öreget, vén, mogorva, házőrző, de hűséges lélek. Na jöjjön, Gergő, fogja ki a lovakat. Fogom, fogom. Motyogott az öreg, s oda csúszott a ló elé. Közben barátságtalanul nézte Kovács Ferencet. Látom, vendéget is hozott a tiszteletes úr. Hoztam Biza, Gergőbá. Nagy hasznát lássa ennek a falu. Az öreg végig mustrálta a jövevényt. Ennek? kérdezte hitetlenkedve. Aztán, mi a mestersége az úrnak? Ha meg nem sértem, Bojtár. Felelt kovács ferenc helyett a pap. Gergőbá eltátotta a száját a csodálkozástól. Bojtár! Ilyen gúnyában akar a marhák elé állni. Holló János elnevette magát. Ez nem a féle bojtár öreg. Ez az igazságot pásztorolja. Gergőbá nagyot legyintet erre, aztán a lóhoz fordult. Na, akkor nem sok hasznát vesszük. Szegény embernek olyan marhája nincsen. Jót nevettek mind a ketten Gergő bászaván. Közben lekászálódtak a szekérről, leemelték az ócska katonaládát, s megindultak a ház felé. Bizony a ház nem volt valami barátságos látvány. Nádfödele fekete volt, és helyenként horpat már az időtől. Tornáca csupasz, egész külseje magányosságot és szegényességet hirdetett. Az ajtó csikorogva nyílott meg, mögötte korhat padlójú öreg szoba volt, melyben mindössze két ócskaszekrény állott meg egy pad. Ezen a szobán keresztül mentek, és benyitottak a következőbe. Abban már meleg volt. Fehérre meszel cserépkályha dédelgette a tüzet. S a padlón sáros bocskornyomok mutatták, hogy Gergőbá tartotta benne a lelket, míg oda volt a gazda. A szoba közepén egy asztal fölött, zöld házi szőtessel, az asztal közepén fekete táblájú biblia, mellette csorba vizes kancsó. A fal mellett ágy, mosdó, szekrény, könyvespolc, s az asztal körül három ócska szék, az egész szobában meglátszott, hogy nem jár benne asszony. Az ablakokról hiányzott a függöny. A falon nem volt egyetlen kép sem, egyetlen kis dísz, valami, ami kedvessé tudná varázsolni az otthont. Van még egy ágy a padláson, azt behozzuk, mondta a pap, miután letették a ládát. Nem éppen paradicsom, de jó lakás, meleg. Holló János tiszteletes úr hat esztendeje élt már a dobói papilaknak ebben az egyetlen szobájában. Furcsa magányos ember volt, nem érintkezett csupán a híveivel. A környékre letelepülő polgári rend bolondnak tartotta, mert nem kereste velük a barátkozást, nem járt uzsonnákra, névnapokra, nem tett látogatásokat, nem ivott, nem kártyázott, nem adományozott. Egy szóval bolond ember volt, és ráadásul unalmas. Csupán a parasztjaival törődött meg a méheivel. A parasztokat tanítgatta, szántani, vetni, kalandját rakni, gyümölcsfát oltani, szőlőt ültetni, a méheket pedig órák hosszat elnézegette a kerti lugasban, ahogy dolgoztak, serénkedtek a maguk kis világában. A parasztok szerették, habár nehezen vette be a fejük, hogy miért kell ősszel már megszántani a földet, mikor tavasszal is ráérne. Miért kell bajlódni a gyümölcsfával, mikor úgy is terem az, amelyikre gyümölcsöt rendel az Isten, de lassan rájöttek, hogy van sok igazság abban, amit a papjuk mond. Főként, hanem a szószékből, hanem a földeken járva mondja. Megfogadták a tanácsait, lassan beoltották a mesgyében burjánzó vackorfákat, szőlőt telepítettek, megszántották a földeket ősszel, és észesen vették, hogy lassanként, Mindenből többjük van, mint azelőtt. Mindössze egy hibáját nézték, örökös rosszallással, hogy nem akar megházasodni. Hallottak valamit rebesgedni, hogy abban a mára marosi menti faluban, ahonnan ide került, felesége is volt, aki meghalt, vagy Isten tudja, mi történt veled, de azért mégiscsak úgy illenék, vélték, hogy ahol pap van, ott papné is legyen. Holló János azonban nem törődött a szóbeszéddel, nem járt barátkozni senkihez, sem a jegyzőhöz, sem a tanítóhoz, sem a postamesterékhez, kiárt a falusi gazdák földjeire, tanácsokat adott, gazdálkodott az egyház vagyonán, végezte a maga dolgát, nyesegette a gyümölcsfákat, figyelte a méheit, és esténként leült az asztal mellé, és a pislákoló kis lámpa mellett olvasgatta az öreg bibliát tehenét, lovát. Gergő bá gondozta fizetésért, ő vágta a fát, ő ásta fel a kertet. Főzni és seperni bejárt a harangozó felesége, Ráki néne, egy jókedvű kövér és derék öregasszony, s egyébre nem is volt szükség. Holló János meg volt elégedve így is az életével, múltjáról, családjáról, sose beszélt. Ha valahol szóba hozták, kikerült a választ, arca elsötétült és másra tért át. Isten szolgája vagyok, mondta gyakran, s a magyar nemzeti. Szeretnék háládatos, jó szolga lenni. Ez volt Holló János a dobai pap. Vasárnap délben, templomozás után összegyűltek a doboi presbiterek a papnál. Behozták a külső szobából a padot is, és akinek nem jutott ülőhely, az álva maradott. Megtöltötték a kis szobát, egészen köhögéssel, topogással, condra Mikor már mind együtt voltak, akkor a tiszteletes, odabökött fejével Kovács Ferencre. Nézzék meg, emberek, ezt a fiatal urat! a presbiterek megnézték jól, kicsit csodálkozva, de megnézték. A pap folytatta, Kovács Ferenc a neve neki, és tenéltesse. Morogták az atyafiak, s most már a név után is megnézték, hogy miképpen illik rá. Ennek az úrnak az édesapja éppen olyan földmivelő paraszt ember volt, mint amilyenek maguk. Erre aztán megint megnézték, most már alaposan. Némelyek csóválták a fejüket, mások bólogattak. Felvitte Isten a dolgát, morogták egyesek. Derékapja lehetett, ha urat tudott nevelni belőle. De a tiszteletes vitte tovább a szót. Ez a fiatalember prókátor. Úgy nézzék meg. Kisújában van az ország minden törvénye tudománya, akinek az igazságát ő a kezébe veszi, annak többé nem fáj a feje miatta. Ez már szép dolog. Bólogattak elismerően a presbiterek. És ez a Kovács Ferenc elhatározta, hogy mivel szegény sorsból lett úr ő is, nem hagyja el a szegénységet ezentúl sem, hanem minden munkásságát arra szenteli, hogy a szegény falusi népet segítse a maga igazságának elnyerésében. Ez már igazán derék, mondotta hangosan az egyik öregember, és a többiek is elismerően néztek Kovács Ferencre, hogy szegény belepirult a nézésébe. Hát azt szeretnék -e, hogy maguknak is legyen egy ilyen maguk közül való prókátoruk, aki dolgaikat a törvénynél segítse. Elbiz az jó volna, tiszteletes úr, nagyon reánk férne. Azt csinálnak velünk a törvény előtt, amit akarnak hiába. Ha nincs arra való köztünk, nincs hát az a baj. A pap diadalmasan emelte a hangját. Hát pedig én azért hoztam ide ezt a fiatal urat, hogy prókátora legyen a mi falunknak s magunknak, valamennyiünknek támasza a törvény előtt. Már erre egy szó szól. senki csak döbbenten néztek, hol a papra, hol Kovács Ferencre, hol egymásra. Mint ha nem tudnák, jól hallották-e. A tiszteletes megnógatta őket, na, hát mit szólnak hozzá? nem is örvendenek? egy fehér bajuszos, piros arcú vénember találta meg elsőnek a hangját. Már hogy ne örvendenénk, tiszteletes úr? De inkább csodálkozunk, mert ilyen még nem történt nálunk, amióta világ a világ, hogy egy úriember azért jöjjön közénk, hogy segítsen rajtunk. Isten éltesse a fiatal urat. Egyszeriben éltetni kezdték Kovács Ferencet valamennyien. Még a kezét is megszorongatták, csak úgy nyüzsögtek körülötte. Úgy kikérdezték nagy hirtelennyében, hogy válaszolni is alig győzött. Hová való? Melyik faluból? Éle az apja? Éle az anyja? Van-e testvére? Hányan van? Nyolcan? Na, no, hogy az Isten tartsa meg és segíje valamennyit. Hogy van-e baj, ami is segítene? Van bizony elég? Marcinak is meggyűlt a baja épp a múlt héten valami tinó miatt, amit eladott a zsidónak. A zsidó követeli vissza a pénzt, mert megdöglött a tinó. Megdöglött hát, mert zsendej szöget evett a széna között. Hát azért csak nem felelős az ember. Hát Andrásékat nem kiperli ma holnap az a tolvaj Pável a házból, mert azt mondja, az az ő földjüre épült. Pedig tudja azt mindenki a faluba, hogy a méta, az akácoknál van, s nem ahol Pável mondja, úgy használták azt a földet még a nagyapáik is. Baj bizony van elég, az ember azt sem tudja, hol s mikor szakad a nyakába. Bizony nagy dolog lenne, ha valaki kézbe tudná venni ezeket, aki érti a törvény betűjét, mert az egyszerű ember csak megzavarodik ettől. Mikor már nagyon benne voltak a panaszkodásban, s az örvendezésben, akkor a pap újra csöndre intett. Hanem álljanak meg emberek. Még valami hibádzik. És ebben mi kell megsegítsük Kovács Ferenc atyánk fiát. Csupa figyelemmé változtak az arcok egyszeribe. Némelyikre a gyanakvás is kiült hirtelen az ősi, paraszti gyanakvás, hiszen ho, ho, ho most itt arról van szó, úgy látszik, hogy adni is kell valamit. Tán éppen előre, no-no-no, álljunk meg, lássuk. A tiszteletes elmondta a dolgot, hogy két vizsga kellene még, ahhoz pénz, két hónapra való ételre, lakásra, vizsgadíra. Az arcok elkomolyodtak. Itt-ott összenéztek, itt-ott bizalmatlanság fészkelt a szemekbe. A pap látta a bajt, gyorsan elejét vette. Ide figyeljenek, presbiterek! Én úgy gondoltam, hogy kölcsönben adjuk neki ezt a pénzt. Az egyház kasszájából. Ha letette a vizsgát, irodát nyit, átveszi az ügyeinket, és a pénzt rendre visszafizeti. Bizony jól fogna minnyájunknak egy becsületes prókátor, aki jó szívvel van hozzánk, tanácsot ad és megsegít, ha bajba kerülünk. Mit szólnak hozzá emberek? A tekintetek lassan megnyugodtak. A szemek földerültek, így persze más. Ha az egyház pénzét kell adni, az más. Meg aztán a tiszteletes úr nem olyan ember, bízni lehet benne, tudja ő, mit csinál. És bizony, ami igaz, igaz, jól fogna egy becsületes prókátor, akihez bízvást elmehet az ember, ha bajban van, hogy né, ez meg ez eset, mit lehetne tenni. S még hozzá, ha úgy van, ahogy mondják, olyan magunkfajta parasztból lett ember ez a prókátor. Az ilyen jobban meg is érti őket, mint az úri fajta. A másik ember már örvendezett, hogy milyen okos papjuk van, s mekkora szerencse ezzel a prókátor leginnyel. Így lett, Kovács Ferinek irodája még azon a nyáron a Szamos újvári Vízi utca egyik földszintes házának alacsony udvari szobájában. Csak egy ember nézett görbeszemmel szemmel Kovács Ferire, a faluban és ez Gergőbá volt. Meg is mondta egyszer. Az olyan embert, ki hamissággal jár, én azt nem kedvelem. De Gergőbá, förmet rá a pap. Szerze a mi prókátorunk az igazságot szolgálja. Hanem Gergő bát nem lehetett meggyőzni. Prókátor, prókátor. Minden pereskedésben két prókátor van, s csupán egy igazság. Egy közülek mindig rosszban sántikál. Ma ez, holnap a másik. Nem adok én olyan úrra semmit, aki az igazságot csak törvényben esméri. S hiába járt Kovács Feri minden második héten dobajba, hogy összegyűjtse a falu bajait. Gergő bárokon szemvét nem nyerte meg. Azon a júniusi délutánon, mikor meghozta a posta a hírt, hogy Kovács Feri letette a vizsgát, s előlépett bojtárból prókátorrá, a presbiterek örvendezni kezdtek, és összegyűltek újra a papnál mikor a pénz dolgát beszélték kinn a tornácon, amit most már rendre visszakaptak, Gergő bá beszólt a pajta mögül. Sok pénzüket elhordja még kenteknek ez a kevés, ami visszagyűn. Alig nyílott meg az iroda a víz utcában, már is egy kötése való baj gyűlt össze hozzá. Kovács Feri mindent följegyzett, kihallgatta az embereket, kikérdezte apróra és minden szó mögött. A szín igazságot kereste. Ha rálelt, akkor aztán neki feküdt amúgy Isten igazából. Csodálkoztak a bírák eleget a lelkes fiatal ügyvéden, aki úgy dolgozik a parasztok ügyein, mintha jövendője függne ettől. Az első nagyobb per augusztus derekán került a kezeibe. Véletlen volt csupán, hogy nagyra nőtt, kezdetben egészen jelentéktelennek látszott. Varjason ugyanis még azon a tavaszon nekifogtak az ispállakás építésének. Hogy miképpen sikerült Brencsáknak rávenni a bárót, hogy veje számára lakást építessen, azon sokan csodálkoztak. De egyébként Brencsák részéről érthető volt az igyekezet, a fiatalok május óta laktak a nyakán, vendégszobáját elfoglalták, sok közös konyha, közös háztartás, bár még békében haladt, de eljövendő civódások fellegeit gyűjtögette a tisztardóház ház fölött. A kis szelid eszterke, mintha varás veszővel érintették volna, a házasságban egyszerre önérzetessé lett, véleménye volt, beleszólt a nagyok dolgába, és egyáltalán úgy viselkedett, mint aki egy sorban áll a szüleivel. Előfordult az is, hogy egyszerűen kijelentette, ő ma ezt főzeti ebédre, mert ez a Jani kedvenc étele. S ha anyukáiknak nem tetszik, főzessenek maguknak egyebet. Így aztán érthető, hogy igyekezettel fogtak neki az ispánlakás építésének. Hőméves munkát Faragó András vállalta el. Április végén hozzáfogott, maga mellé vett egy segédet négy napszámost, és június derekára készen állott a munka reál eső része. Kő alapon négy helyiség, két szoba, konyha, kamra. Igaz, hogy Brencsák eredetileg öt szobát szeretett volna, de a báró egy reggel véletlenül arra járt, Beszélt a kőmévessel, megnézte a tervet, s az egészet újra csináltatta. Szerencsére még csak az alapnál tartottak, s így nem kellett sokat lebontani. Mikor a falak készen állottak, s már csak a fedélszéket várták, amit tudni valólag nem kőmíves munka, Paragó András eljött a tisztartóhoz, hogy kérje a kialkudott bért. A tisztartó egyelőre csak a fele összeget fizette ki. Hadd lássuk előbb, mondotta, nincs -e valami hiba a falban, majd ha rajta lesz a tető. Július végére a tető is rákerült a ház a rikító piros cserébből. S már dolgoztak az asztalosok. A ház végérvényesen kész volt. Faragó András újra fölkereste a tisztartót. A tisztartó pedig elővette egy papírt, és számolni kezdett. Kialkudott öt szobát, készült négy. A bér egyötöde tehát lemarad. Faragó András elcsodálkozott. De tisztartó uram instálom, mondott a skalapját idegesen forgatta a kezében. Én azért éppen annyit dolgoztam, mert föl kellett bontsam az egész alapzatot, és lerakjam újra. Ezt kifizeti meg nekem. Ennyit kap és kész! Dörren a tartós. Ha nem tetszik, menjen az Úristenhez! Hát Faragó András nem ment az Úristenhez, mivel nem tudta, hogy az ország melyik részében keresse meg. Azonban elment a vízutcai irodába, s magával vitte a szerződést is, mely szerint ő ennyit meg ennyit kellett kapjon a kőmíves munkáknak elvégzéséért. Kovács Feri megnézte a szerződést, abban ez állott. Faragó András mester elvállalja a fenti összegért az ispállakás építésével járó minden kőmíves munkát, Saját munkásaival mindenben szigorúan tartva magát az uradalom rendelkezéseihez? Ennyit mondott a szerződés. Egyebet, semmit. Kovács Feri megkérdezte: Arról nem volt szó, hogy hány szobát kell építeni, és hány méter falat? Szó volt, hogy ne lett volna mondta Faragó András, de a tisztartó úr nem vette be a szerződésbe csak annyit, hogy mindenben a parancsa szerint dolgozzon. Hát én a szerint dolgoztam, kérem. Az ügyvéd az íróasztalánál ült, a kőméves az íróasztal előtt állott. Az ügyvéd kicsit lehunta a szemét, gondolkodott. Aztán ezeket mondta. Hát, barátom, ez a maga pere nem egészen tisztességes ügy mert öt szobáról volt szó, s maga ahhoz mérten alkudott. Végül mégiscsak négyet kellett építeni, ezek szerint kevesebbet is dolgozott. Aki pedig kevesebbet dolgozik, kevesebb pénzt is kap. Maguknál nem így van? De így van, tekintetes úrfi, bólogatott Faragó András, azonban azt nem számítja senki, hogy én már leraktam, az öt szobára való alapot, mikor a báró úr jött és letiltotta az öt szobát. És így sokat föl kellett újra szedjek, ami megint csak munka volt, és újra lerakjak, ami esmén munka volt. Ez nem számítja senki. Kovács Feri újra lehunta a szemét. Igaza van mondta végül, ez csak ugyan nem számítja senki. És ezt még én sem számíthatom, mivel nehéz volna kiszámítani, hogy ez a munkakülönbség mennyit ten neki pénzbe, amit maga azzal végzett, hogy előbb parancsra lerakta, aztán parancsra fölszette, majd újra lerakta az alapot. Tehát elvállalom az ügyet, Mely bár nem egyenes, de mégis igazságos. Na, írja ezt itt alá, aztán menjen a dolgára. A többit majd meglássuk. A szerződést hagyja itten. Így került a Varjasi-Ispán lakás ügye Kovács Ferihez. Kovács Feri, Előbb felszólította udvariasan báró varjasi Gábor uradalmát, hogy a faragó Andrásnak járó ennyi meg ennyi pengő forintokat nyolc napon belül fizessék ki, mert ha nem, ezt kétszer egymás után is megírta. Brencsák kárunkodott és széttépte a levelet. Fizetni persze nem fizetett. Így aztán perre került a dolog. Ennek az ügynek segítségével került Kovács Feri először szembe hajdani gazdájával, Proszpejek János jogtanácsos úrral. A jogtanácsos úr azon az állásponton volt, hogy négy szoba az négy szoba, és öt szoba az öt szoba. Kovács Feri ezzel szemben azt állította, hogy a szerződés az szerződés. A jogtanácsos tiszta fejű ember volt, látta, hogy itt csak veszíteni lehet, és ezért fölajánlotta a megegyezést. Kovács Feri csak úgy fogadta el, ha Faragó Andrásnak kifizetik a teljes összeget, s ráadásul az ő költségeit. A jogtanácsos fogait csikorgatta, mert úgy érezte, hogy igazságtalanul került kelepcébe az uradalom hiszen öt szoba és négy szoba között lényeges különbség van. Ő is gyűrni kezdte az agyát a szerződés fölött, hogy kisajtoljon a huncutság ellen egy másik huncutságot. Végül is ezt mondta. Varagó András mester és Brencsák Gusztáv gazdati szóbelileg megállapodtak abban, hogy Faragó András kőmíves mester építeni fog egy öt helyiségből álló lakást, és ezért a munkájáért ennyi és ennyi pengő forintot kap. Ez szerződésbe is vették, olyan formán, hogy Faragó András elvégzi a munkát, ezért az összegért, Tartva magát az uradalom rendelkezéseihez, melyet már megkapott. Időközben az uradalom azonban másképpen rendelkezett, ezáltal az előbb kötött szerződés természetszerűleg megszűntnek tekinthető. Az új munkára azonban megállapodás nem történt, és így az új rendelkezések szerint épített kisebb épület díja a méltányosság szerint lett kiszámítva, az előbbi megállapodást véve alapul. Így érvelt a jó Proszpek János jogtanácsos úr. A bíróság meghallgatta mindkét ügyvédet, és aztán legnagyobb sajnálatára Kovács Ferencnek volt kénytelen igazat adni, és így kötelezte az uradalmat, hogy a faragó Andrásnak járó pengőforintokat kamattaikkal együtt, valamint a perköltséget megfizesse. Az ítélet kihirdetése után a két ügyvéd együtt hagyta el a járásbíróságot. Kint a kapu előtt a jogtanácsos szembefordult Kovács Ferivel föltette orrára a csiptetős szemüveget, és szigorú arccal nézett egykori bolytárjára. Öcsém, megnyerte ezt a pert, bár lényegileg nem volt igaza. Kovács Feri udvariasan mosolygott rá, volt principiálisára. Jogtanácsos úr hibásan fejezte ki magát, ha szabad megjegyeznem, Lényegiben nem abban volt igazam, amit előadtam, hanem abban, amit nem adtam elő. Hogy érti ezt? Csodálkozott Proszpejek úr, és még a csiptetőt is levette az orráról. Úgy, hogy a kőmívest nem azért illeti meg a pénz, mert a szerződésben ki volt számára kötve, hanem azért, mivel az új rendelkezés későn jött, s így lényegesen több munkát végzett az alapzat lebontása és újraépítése által, mintha kezdettől fogva négy szobás lakást épített volna. A jogtanácsos elgondolkodott. Úgy mondta lassan. Az igazságnak sok csinnya binnya van, öcsém. Van, hagyta rá Kovács Feri, s a baj az, hogy az embernek vagy csak a csinyát, vagy a bínyát mutatják. Abban a percben fordult be a Dési útról a főispán kocsia. A főispán intett, szólt a kocsisnak, s a négy ló fújtatva megállt a macskaköves járda mellett. A főispán rugalmasan ugrott ki a kocsiból. Éppen magát keresem, proszpejek. A jogtanácsos bemutatta a mellette álló fiatalembert. Méltóztassék megengedni, hogy bemutassam fiatal kartársamat, dr. Kovács Ferenc ügyvédurat, ellenfelünket a kőmíves perben. Éppen most jövünk a tárgyalásról, a pert elvesztettük. A főispán kezet fogott Kovács Ferivel, és komolyan és sokáig nézte. Úgy. Hát maga az. Hallottam már magáról. Aztán a Jogtanácsoshoz fordult, homlok a ráncba szökött. Elvesztettük a pert. Gondoltam, hogy ez lesz belőle. Mondtam annak a szamárbrencsáknak, hogy fizesse ki azt az embert. Tudják, hogy nem szeretem az ilyen perlekedéseket. A jogtanácsos görnyedve hajladozott: Bocsánatot kérek, méltóságos uram, én csak az intéző úrtól nert megbízásomat teljesítettem. Jó, jó. Vágta el a főispán a mentegetőzés. Menjünk az irodájába, beszédem van magával. Üljön föl a kocsira. Viszontlátása. Nyújtotta kezét a fiatal ügyvédnek. Magáról azt beszélik, hogy a parasztok ügyvédje. Én az igazság ügyvédje vagyok, méltóságos uram, vörösödött el Kovács Feri. A főispán szája körül a bajusz alatt Alig érezhetően kis gúnyos mosoly képződött. Vigyázzon, ügyvédőr, mert az igazság veszedelmes, ha túlzásba viszik. Robban, mint a puskapor, és az igazságtalanságot lövel magából. No, viszont látása. Kocsiba ültek. Kovács Feri sokáig állt, és nézett utánuk, míg a négy pompás, szürke, csattogva röpítette tova a hintót a kisváros kövezett utcáján. Tavasszal megérkezett varjasra Murasán Indré utódja, Rádu Konstantin. Valami eldugott havas aljai faluból hozták el a románok veszekedő kövér feleségével és diákfiával együtt. Alacsony emberke volt, róka arcú, hegyes, vörös szakállú. Mindig borzas és örökké részeg. A ruhája csupa pecsét, szakállában ételmaradékok, s valamelyik zsebéből pálinkás üveg kandikált ki rendesen. Harmadik nap, hogy ott volt, s berzenkedett, tisztelgő látogatása indult a kastélyba. Feleségét otthon hagytam. Mit akarsz, Anasztázia, urakhoz megyek, nem hurcolhatlak magammal, mint valami madári esztőt. A kövér és örökösen mérges Anasztázia mordult valami csúnyát, Rádu pap pedig elégedett róka mosolyával a szakálla között, vette botját és elindult. A kastép kertben ragyogva ünnepelte magát a tavasz. A fiatal platánok halvány szőkerügyeiket bontogatták, egyetlen lila virággá duzzadtak az orgonabokrok, s illatuktól szédülten fötyült a hazatérő sárgarigó. A serkedő fűben gyermeklánc fű sárga virágai ragyogtak, mint aprók és napocskák, s az áttetsző tavaszi ruhás kőrisek alatt kék volt a föld az ibolyától fenyők csúcsain vadgalambok ültek, néztek szembe a délelőtti nappal, s a tavaszi vágyakat beleburukolták a jó szagú levegőbe. A gyermekek a kertben játszottak. Cserebogarat kergettek, s nagy sárga pillangókat. A fölfele igyekvő furcsa kis szakállas embert Gáborka látta meg elsőnek. Azon nyomban ugrándozni kezdett, és énekelte kiabáló ötéves gyermekhangon. Elment a pap almát lopni, elfelejtett zsákot hozni, levetette a gatyáját, teletömte mindkét szárát, ujjújújújú! Uj, uj, uj. Rádu pap megállt, hallgatta az éneket, aztán rájött, hogy ez neki szól. Kacagni kezdett, és megfenyegette bottyával a gyerekeket. Vigyázzatok, mert megeszlek! ember vértől vörös a szakállom, gyermek vörös. Ham, bekaplak és végetek! Gáborka abbahagyta az éneklést, és megszeppenve nézte a csúnya vörös embert, aki meg akarja enni. Rádupap közelebb jött, Gáborka szája sírásra görbült. Margitka hátrápúzódott, de a kilenc éves Istvánka elpirult, kihúzta magát, és testvére elé lépett. Nem félünk magától! Ne te ne! hökkent meg rádupap, s behúzta szakállas állát a kabátjába. Van egy késem, gyermeknyúzó, van egy fogam, gyermekzúzó, van két kezem, gyermekfogó, ham! bekaplak róka ugrat egyet feléjük bakkecske módjára. De Istvánkan nem mozdult, csak még pirosabb lett az arca. Róka Miska maga, azért olyan vörös. A pópa megállt, egy pillanatig gondolkodott, hogy menjen -e tovább, vagy maradjon-e még, de aztán tréfa csináló kedve győzött. Összehúzta magát, mint valami gonosz erdei varázsló kezeit kinyújtotta görcsösen szétálló ujjakkal, s nagy idétlen lépésekkel közeledni kezdett lassan a három gyerekhez. Átyum, bátyum, kerektó, én vagyok a varázsló. malacá varázsollak, a zsákomba beraklak, el. De egyik sem futott el, csak Margitka kapaszkodott ilyetten az Istvánka karjába. Nekem bátyúmozhatik, mondta Istvánka harciasan. Úgy is tudom mi maga? A pópa megállt. Ókusz pókusz, mi vagyok? Polápap. Róka Mikska! visított közbe Gábor, akinek nagyon tetszett az előbbi nevezés. Rádupap egy pillanatig megütődve nézte a három gyereket olyan arccal, éppen mintha nem is gyermekeket látna. Aztán elővette természetes arcát. Na, hát akkor mondják meg, báró urficskák hol van a kedves papa? Ott mutatott Istvánka a kastély felé. Valóban akkor jött lefelé Varjasi Gábor az Istállóktól. No várjanak csak, bárócskák! mondotta vigyorogva a kis vörös ember, ha visszajövök. Megmutatom, hogyan kell cserebogárból malmot csinálni. Malmot? hitetlenkedett Gáborka azt- azt. No várjanak csak, ha visszajövök azzal már szaladt is fölfelé kurtalábaival hosszú fekete kabátjában, s a botot úgy húzta maga után, mintha csak véletlenül akadt volna a ruhájához. A főispán a lépcső alatt várta meg a különös vendéget. Alázatos szolgája, báró úr, köszönt vigyorogva már messziről rádupap, s nagyokat hajlongott ami még bohócosabbá tette, méltóztassék jól lezárni mindent, mert olápap jött látogatóban rádu, Konstantin vagyok, az új olápap méltóságot falujában, alázatos szolgája. A bemutatkozás minden esetre különös volt, a főispán alig tudta elfolytani feltörő mosolygását, mikor a kis, öreg, vörös emberkével kezet fogott. Örülök, hogy megismertem. De rádupap hevesen tiltakozott. Nem méltóztassék ilyet mondani, tudom én, hogy olápappal találkozni bajt jelent. De én nem vagyok az a fajta. Folytatta súgva, titokzatosan. Én másféle papu vagyok. Én minden reggel... Megölelek egy menyecskét méltóztatni, tetszik tudni. Ilyen pappal találkozni szerencsét jelent. A veranda elé már ki volt néhány kerti szék, azokra telepettek. A főispán ispán bort hozatott, és szivarral kínálta vendégét. Közben Erzsébet is előkerült a kertből, s a pópa újra bemutatkozott. Ráduk Konstantin vagyok, kezit csókolom, olápap. Tessék vigyázni, kezit csókolom, az ezüst kanalakra. Azt mondják, a vérünkben van. – Micsoda? – kérdezte Erzsébet egészen ártatlanul, s inkább szánakozva, mert a tréfát egyébként is nehezen értette meg, s azt hitte, valami betegségről lehet szó. Rádu pap egy pillanatra elbámult erre a kérdésre, aztán elnevette magát. – a lopikálás méltóságos báróni, de én nem olyan pap vagyok, tette hozzá gyorsan, és halálos komolysággal, s még a két karját is tiltakozva nyújtotta maga elé. Éppen az előbb mondottam a báró úrnak, én egészen másféle pap vagyok, ne tessék tőlem megijedni. Majd újra kacagni kezdett, és szőrös mancsaival térdét verdeste. Erzsébet csodálkozva a fejére nézett, mintha azt kérdezte volna tőle, hogy hát ezt a csodabogarat hol szedted föl. Aztán magukra hagyta őket. Rádupap nyelte a bort, egyik poharat a másik után, szívta a nagy bőrszivart, s beszélt össze-vissza mindenféle zagyvaságot. A nyolcadik pohárra már kielemtette, hogy ilyen finom bort csak térdelve szabad inni, s letérdelt a földre, a lépcsőházban ólálkodó cselidek őszinte tetszésére, akik odabújtak el vihogni a különös vendégen. A kilencedik pohárhoz imádkozni kellett, a tizediket pedig éneklés nélkül nem illett volna meginni, legalábbis így mondta rádupok. Imádkozott, énekelt, aztán a tizenegyedik pohár után búcsúzni kezdett. Készfogás után még egyszer benyúlt a szivardobozva, pardon, mondotta, ha még méltóztatik egyszer megengedni, Egyet ezekből még elviszek, hogy megmutassam az asszonynak. Szegély olyan butafalusi, méltóztatik tudni, nem látott még e félét. Az udvaron hirtelen eszébe jutott volna valami, pár lépést jött visszafelé, és titokzatosan csücsörített arccal suttogta: Ha a híveim közül majd valakivel baj van, vagy akarna méltóságot tőlük valamit, vagy úgy némi tudom én, tessék csak nekem szólni. Vagy én eddig azítom. Egy igazítok én mindent, hogy jó legyen. És kacsintott egyet a szemével olyan volt abban a percben, mint egy vén alamú róka. A főispán nevetett és csóválta a fejét. Rádupa pedig döcögött lefelé a dombról és dudorászott. Pecsétes kopott kabátja úszott utána a levegőben, és úgy lógott mellette a bot, mintha minden percben el akarna veszni. A kertben csak elébáltak a gyerekek, Ígérte a malmot, róka miska, emlékeztette vékonyka hangján Gáborka. Hop, hop, ugrott egy nagyot a levegőbe rádu pap. Róka miska vagyok, persze róka miska, malom, malom, hol a cserebogár? Itt van. Kezébe vette a bogarat, forgatta, nézte. Négy kell, bárócska, négy. Négy cserebogár, úgy lesz malom belőle. Került még elő a zsebből több is. Hoppá, hoppá, mit elállj? Zsake, zsake, Nikolaj! Rázta rádupap markába a cserebogarokat, s ugrándozott hozzá, mintha valami megkergült vén bakkecske volna. Aztán keresett két szalmaszálat, középen összeillesztette őket, akár egy kerék küllőit, a kerítésből letépett egy kopott drótot, azzal átfurta közből a két szalmaszálat, és kipróbálta, hogy jól forognak-e a tengelyükön. Mikor mindez így készen volt, akkor fogta egyenként a cserebogarakat, és mindegyiknek a hátuljába beleszúrt egy szalma véget. A gyerekek feszülten figyelték a titokzatos műveletet, melyet közben huppá és hasonló szavakat fűszerezett. Mikor mind a négy küllő föl volt szerelve egy-egy cserebogárral, akkor elengedte őket, s csak a drót végét tartotta a kezében. A cserebogarak szegények kibontották szárnyaikat, és röpülni igyekeztek. Röpülésüktől a kerék forogni kezdett egyre sebesebben, és csak hamar egy zümmögő malom kerékhez hasonlított valóban. Nitelaj, Nitelaj, Zsaka, Zsaka, Nikolaj, örvendezett rádu pap, mintha valami vén szatira cserebogara kínlódásában. A gyerekek, különösen Gáborka, kerekre nyílt szemmel nézték a zümmögő csodát. Aztán az egyik bogár elszabadult, s a szalmák összegabajottak. Hup, hup, rikoltott a pópa, új cserebogár kell. Gáborka már mozdult, de akkor megszólalt Istvánka komoly, felnőtt hangon. Ez nem szép malom, ez állatkínzás. És mereven az ugráló papra nézett. A másik kettő is elkomolyodott. Álltak, és nézték a papot, aki a cserebogarakat kínozta. Rádu pap szájába belefagyott a huppa-huppa. Arca elsötétült, mintha szégyelte volna magát. Hirtelen mozdulattal eldobta a dolgotot, meg az elkínzott cserebogarakat. Egy pillanatig nézte Istvánkát, aztán megfordult, és szó nélkül kiment a kerti kapun. Az útról még egyszer visszanézett. Furcsa gyerekek vagytok, mondta félhangosan, és többször megcsóválta a fejét, nagyon furcsa gyerekek vagytok. Szőrös, rőt arcában a két tűnődő szem Istvánkát nézte. Rádupap pap kedélyesen megpaskolta Anucát, a cselédlányt, tehette, mert felesége, a mérges és áspis szemű Anasztázia lent bajlódott a pincében a krumplival, aztán a pálinkás üveget az asztal alá dugtas, kiszólt az embereknek. Háj, gyertek be testvérek! A testvérkék egyenként beóvakodtak a papi szobába, melynek falait ócska szentképek borították, s az ablak mellé helyezett íróasztalon ott állottak a vaskos anyakönyvek, melyek a varjasi és doboi románokról számoltak be az Úristennek. A testvérkék, szám szerint vagy tizenhatan, morcos, szagú, kihúzott ingű, bocskoros, élemedett parasztok voltak, gonterhesek és alázatosak. Zsíros hajuk hosszúra nőve figyegett a nyakukba, arcukat szörlette, szemük félénk áhítattal szögdöste kereken a szobát, mely templomra, s ezen keresztül Istenre és a halára emlékeztette őket. Rádu pap az íróasztal mögé állott, s szemeit végig legeltette rajtuk, mint jó pásztor anyáján. Két kis ráncos szörlepte kezét paposan összefogta a hasán, s borzas szakállával, mely vörös volt és borszagú, kedvesen bólogatott nekik. Na, fratikule, mondottas, ehhez a szóhoz gyermekesen összecsücsörítette az ajkait. Na, testvérkék, hát, eljöttetek? Eljöttünk, donnu dörmögték néhányan a testvérek közül, alatt ottrombán is nehézkesen elhelyezkedtek a falak mentén, s ahol lehetett, hogy mind beférjenek a szobába, melyet egyszerre megtöltöttek valami áporodott birka szaggal, eljöttünk atyácska úr. Az atyácska úr bólogatott, s nézte őket, egyenként mustrálgatta valamennyit, aztán gürüzdölt egyet a torkán, s belekezdett. Testvérkék. Jó emberek, azért hívtalak itt össze benneteket, kik nagyobbak vagytok a többiek között, okosabbak, értelmesebbek. Az emberek szemlátomást híztak a szavaktól, egyenesebben tartották magukat, ruhájukat megigazították, és igyekeztek mentől értelmesebb arcot mutatni. Azért gyűjtöttelek itt össze, hogy megismerjük egymást. Én benneteket, akik ennek a népnek első emberei vagytok, akik ismeritek és vezetitek ezt a népet, akik úgy látom, mint istenfélő, derék románok vagytok, s ti engemet, aki az Úristent képviselem köztetek, és az ő törvényeinek betöltésén örgödök. Egy szuszogott egyetrádu pap, az emberek pedig bólogattak engedelmesen, s megkövéredve a sok dicsérettől. Azt akarom, testvérkék, hogy békességben és jó akarattal éljünk mi együtt ebben a két faluban. Én végzem nektek azt, amit az Úristen nekem végezni rendelt, keresztellek, esketlek és temetlek benneteket, hogy derék keresztényekhez méltóan kerülhessetek majd az Úristen felséges színe elé. Ti pedig végezzétek azt, ami számotokra rendelt. Járjatok el a templomba, imádkozzatok, legfőképpen pedig fizessétek rendesen azt, ami a papnak jár, aki értetek töri magát az Úristen és a Szentek előtt. Tartsátok meg a régió szokásokat, a pománát és a preszkúrát és minden ilyen félét, és ne sajnáljátok azt, amit a papnak adtok. Mert a pap se sajnálja tőletek az imádságot, a bőtöt, a sokféle beszédet, meg az énekeket. Amik mint arra valók, hogy megkönnyítsék az utatokat Isten színe elé ki majd aszerint ítél meg benneteket halálotok után, hogy milyen szívvel voltatok az ő szolgája iránt, vagyis velem szemben hogyan viselkedtetek az adakozásokban. Na, most pedig elmehettek. S ha hoztok valamit, testvérkék, azt ne nekem hozzátok, hanem egyenesen a feleségemnek a doamna preotyászának, aki kissé veszekedő ugyan, de nagyon derék, istenfélő asszony. De amikor bort vagy pálinkát akartok hozni, testvérkék, drágák, azt egyenesen nekem adjátok, s úgy, hogy az asszony ne is lássa. Nem kell lássa, testvérkék mert az asszony jó társa ugyan az embernek ezen a földön, ezt tanítja a szentírás, s ez bizonyára úgy is van. De azért az asszony, mégiscsak asszony, gyarlóbb és butább, mint az ember, s nem ért meg minden dolgot. Azért a pálinkát meg a bort, azt mindig úgy hozzátok, jó emberek, hogy ő ne is lássa szegényke. Na jó, itt a kezem, megcsókolhatjátok, testvérkék, aztán mehettek. És a testvérkék, a nagy melák mitruk, ráncos arcú tódorok, zsíros hajú, hajlott hátú joszupok, alázatosan és meghatott lélekkel sorra odatapogtak rádupap elé, szőrös arcukat a kezére hajtották s nagyot cuppantottak rá. Aztán kidőfölődtek az ajtón. Rádupa pedig lucskosa csókolt kezefejét megtörölte pecsétes nadrágjában, majd lenyúlt az íróasztal alá, kiemelte a bugykost, és jót húzott belőle. Sohajtott öh, sóhajtott utána megelégedetten, Isten segítsen bennünket! Az emberek szétvitték a hírt a faluban. Hogy megjött az új, apró, vörös és hegyes szakáló de nagyon szép beszéde van neki. Úgy tud dicsérni mindent, hogy az embernek elolvad a szíve, amikor hallja. Erre aztán megindultak a kíváncsiak új papot csodálni fekete kendős, tisztes öregasszonyok, hónuk alatt egy-egy tyúkkal, vagy kacsával, vagy egy szakajtó tojással, pironkodó fiatal menyecskék terítővel, kenyérrel, vénemberek egy üveg pálinkával, ezzel-azzal, néhány napig búcsújárás volt a rádupap házában. Az öreg asszonyokat beküldte a feleségéhez a konyhába, segítsenek neki ezt vagy azt a menyecskéket, meg az irodában, sugdosott a fülükbe olyanokat, amiktől még pirosabbak lettek, az öreg emberektől pedig átvette az üvegeket, ivott az egészségükre, és a többit bedugta az íróasztal alá. Egyiknek megígérte, hogy imádkozni fog az esőért, a másiknak, hogy misét mond a szép idő érdekében. A menyecskéknek megígérte, hogy fiú gyereket hoznak a világra, különösen, ha eljönne a pajta mögé, ahol a széna van. Az öreg asszonyokat pedig azzal vigasztad, hogy egészen biztosan a mennyországba kerülnek, csak segítsenek ügyesen a preotyászának kertet gyomlálni, kotlót ültetni, fonni, szőni. Mikor az első ismerkedés elcsöndesült, eltelt két-három nap, aztán alig jött valaki. Rádupap egy szép, meleg délutánon jót húzott a pálinkás üvegből, ami az íróasztal alatt állott. Fejébe nyomta széles, fekete kalapját, kezébe vette botját, és beszólt a konyhába, Anasztázia drága, elmegyek. Anasztázia drága, fölegyenesedett a kotló mellől, két széles vörös kezét csípőre raktas, megkérdezte. Hová az ördög farkába megy már megint? Mivel Anasztázia asszony jó fejjel magasabb volt, mint rádupap, amellett vaskos, derék és jól megtermett, a mozdulat, hogy díbírkozó formájú kezeit a csípőjére rakta, határozottan arciasnak látszott. Ezért aztán Rádu pap nagyon halkan és istenfélő emberhez méltó szelítséggel felelt. Még a fejét, szakállas vörös róka fejét is negédesen oldalra billentette hozzá. Megyek, drágám, mert úgy illik, vizitákat kell csinálni a faluban. Úgy illik, drágám, pap vagyok, ember. De Anasztázia asszonyt nem hatották meg nagyon az érvek. Morcosan nézett végig az urán. Részeges disznó vagy, Konstantin, megint itt áll. Tőlem eredj, de ha részegen jössz haza, meglátod? Szegény rádupap alig győzte tisztázni magát. De drágám, Anasztázi kuca drága, Istenre mondom, nem ittam tudod te, hogy én nem iszom, csak ha muszáj. De ha muszáj szívesen, de drágám, az illendőségért, ha megkínálják az embert, nem mondhatom, bágyi Nikulica drága, nem iszom, mert nem engedi a feleségem, nem mondhatom, hiszen pap vagyok, te Anasztázi kuca, te pap vagyok, pap az urad, s te papné vagy, hát meg kell értsed, Anasztazikuca leengedte két vaskos vörös karját a csípőjéről, legyintett, és megvetően intett az ajtó felé. Eregy, te, te pap! Rádu Konstantin úgy iramodott kifelé ettől, mintha félni kellene, hogy Anasztázia asszony meggondolja magát. Suvat, mint a nyúl a kerítés mentén. Úgy suvatt el a háztól, még a botját is elfelejtette magával vinni. Kint az utcán elhatározta, hogy először a jegyzőhöz megy, de mivel útja a posta előtt vitt el, hirtelen meggondolta magát és betért. Piroska kisasszony éppen a körmeit nyesegette, mert múlt este észrevető hogy sét a közben, Kuka Berci segédjegyző egyre a kezeit nézegeti, mivel pedig tavasz volt, s a szerelem ilyenkor nagy, és könnyen megtörténhetik, csak éppen egy kis szerencse kell hozzá, hogy az ő leány élete is jóra fordul ezen a tavaszon. Hát Piroska kisasszony olyan gonddal és ügyelet nyesegette a körmeit, hogy észesen vette a látogatót, aki ott állt az alacsony kis léckerítés mögött, mely hivatalosan osztotta ketté a postát. Hallotta, hogy valaki bejöts, ezért megszokottan föltette a kérdést. Mi kell? Levelező lap nincs. Rádu pap nevetgélni kezdett. Ez szokása volt valahányszor, kívánatos fehér néppel hozta össze a szerencse nem kell levelezőlap, kezei csókolom, szép kis asszony nekem, nem kell levelező pap, de hogy kell. Piroska kisasszony meglepetten nézett föl az idegen hangrasa a nevetésre. Nagyot csuklott, mikor meglátta a hegyes szakálló furcsa kis embert, s a körönvágásra használt varró koppanva esett ki a kezéből. Jézus! lehet -e, de megijedtem? Rádó pap felöltötte a legmézesebb arcát. Tőlem, de drága szép kisasszonykám, tőlem nem kell megijedni. Én szeretem a szép kisasszonykákat. Én vagyok a rádupap pap, tetszik tudni, jó, kedves Konstantin bácsi. Enyje, kis asszonykám. milyen szép, milyen fiatal! Régen mondtak piroskának ilyen szépeket, egészen elpirult bele, hogy szép és hogy fiatal. Kár, hogy Berci nem hallja, hát ha féltékeny lenne. És milyen kár, hogy nem hallja a jegyzőné, hát ha megpukkadna. Szendén lesütötte a szemét, még el is pirult. Így pirosan, kövér, egészséges kerekarcával, duzzadó szemérmességével, olyan kívánatosnak látszott paprádú előtt, hogy még a szakálla is remegett tőle. Új, tű, tud 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 Csücsörgette a hangját szerelmetesen, nem kell félni Konstantin bácsitól. Konstantin bácsi nem ír levelet, nem vár levelet, nem ad sok dolgot. Konstantin bácsi csak éppen nagyon szereti az ilyen gyönyörű, szép kisasszonykákat, akik a körmüket szépítik tavasszal. Ez az útyútyútyú azonban egyszerre felriasztotta a piroskát. Nem értette, mi az, hogy útyútyútyútyú? És egyáltalában ki ez a csúnya, vörös szakálú, piszkos ember? Mit akar? Miféle Konstantin bácsi Mit akar ez a Konstantin bácsi? Elkomolyodott. Arca szinte hegyes lett ettől. Tulajdonképpen mi tetszik? És kihez van szerencsém? a jó Konstantin bácsi egy pillanatra meghökkent a változástól, de aztán azonnal elmosolyodott megint, s mély meghajlással bemutatkozott. Ha megengedi, kis nagycsád, kész Rádu Konstantin vagyok, az új pap ebben a faluban. Tessék jól megnézni engem. Látod már ilyen papot? Azzal hirtelen megperdült a tengeje körül, fekete kabátjának szárnyai úgy lebegtek, mintha valami döglött madárról akasztotta volna le. A lebegő szárnyak és a furcsa keringő kis szőrös ember egyszeriben nevetése kényszerítették piroskát megint. Hamarosan felkacagott. Na, lássa! állott meg rádu papa forgásban, és hegyes mutatóját piroskára szögezte. Ezt már szeretem. Ez illik az ilyen szép kicsi asszonynak. Vidámság, nevetés, hoppá, hopp! Piroska kisasszony úgy nevetett, hogy egész teste rászkódott bele. <laughs> jaj, tisztelendő úr, jaj! Nyugta nevetés közben furcsa ember maga, hallja-e? Rádupap lehalkította a hangját, előredölt a rács fölöcs, úgy súgta összecsücsörített szájjal. De még milyen furcsa vagyok, de még milyen, azt ha tudná. Ha én megölelek egy szép leányt, júj, kiszökik a bőréből, júj, 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 ennyit tud csak mondani. Piroska a falnak fordult, úgy kacagott, könnyei is csurogtak. Jó ja, Istenem, milyen furcsákat beszél maga, jó ja, Istenem! Beszélt volna jó Konstantin még furcsábbakat is, de abban a percben kinyílott az ajtó, és belépett rajta a kuka berci segédjegyző. Összecsapta csizmáit, köszönni akart szokása szerint egy hangos kisztihandot, de úgy maradt. A küszöpös szögezve szó se jött ki a torkán, csak nézte a könnyesen nevető piroskát, s a furcsa ismeretlen embert, piroskat ért először magához. Még csuklott a kacagástól, amikor megszólalt. Jaj, Berci, jöjjön, jöjjön, mutassam be magának az új tisztelendő urat. Jaj, Istenem, mekkorát nevettem, jöjjön, na! Berci komoly képpel belépett, összeütötte a csizmáit, kezét mereven kinyújtotta és bemutatkozott ecsedi, kukabertalan segédjegyző szolgálatára. Rádu pap megfogta a felé nyújtott széles nagy kezet, két kézzel megmarkolta, és rázogatni kezdte szaporán. Örvendek, kedves uram! Igazán örvendek! Rádu Konstantin vagyok, rádu Konstantin! a nevem rosszabb, mint én, higgyék el, uram, örvendek. Ő is nevetett, Piroska is nevetett, csak Kuka Berci nem nevetett még mindig. Komolyan nézett a kis szakállas törpére, pecsétes ruhájára, s nem értette, hogy mi az, ami nevetni kellene. Piroskára nézett, Piroska őreá, és újból kitört belőle egy nevetés. Másodpercig zavartan hallgattak, aztán rádupap elengedte a fiatalember kezét, piroska felé fordult, és mélyen meghajolt. A papnak menni kell, úgy parancsolta az Isten. Csókolom a kicsi kezeit, kicsi is asszony, és ne haragudjon, Konstantin bácsira, amiért megzavarta. Konstantin bácsi örvend, hogy megismerhette a szép kicsi kis asszonyt. Kisztihond, kisztihond. Alászolgája, urasságodnak alászolgája. A kicsi kisasszony, aki egy fejjel magasabb volt Konstantin bácsinál, tenyereibe temette az arcát, úgy kacagott. Még a nyaka is piros volt, ami a ruhájából kilátszott a nagy kacagástól. Kukaberci ámult és nagyra nyitotta a szemeit, Rádupa pedig szaporahajladozások és jóindulatú mosolyok között kivonult a posta hivatalból. Kint csettintett a nyelvével, pattintott az ujjaival, és nagyot rántott a nadrágján. Aztán vidám fütyörészéssel ment tovább a jegyzőjék felé. A jegyző néhány perccel ezelőtt hagyta el az irodát, és jött át a lakásba. Azzal volt elfoglalva, hogy cipőt váltson, mert sétára készült. Egész nap gyönyörködött az ablakon keresztül a gyönyörű tavaszba, és most elhatározta, hogy megnézik közelebbről. Ebbe az elhatározásába toppant be rádu Konstantin. Tessék! Hallatszott a jegyző barátságtalan hangja. Nem szerette, ha a lakásában zavarták. Kinyílott az ajtó, s óvatos félénkséggel belépett a pap. Fejéről levette a nagy csúnya kalapot, haja ritka volt alatta és borzas. A lászolgája köszönt szerényen és mosolyogva. A jegyző szigorúan mustrálta végig a furcsa, ismeretlen embert. Kezében ott volt a cipő, amit éppen föl akart húzni, és egyik lába cipő nélkül mutogatta magát agyonstoppolt fekete harisnyában. Kit keres? Mordult rá a belépőre. A szaporán kezdett hajladozni, és egyre mosolygott vörös szakállában. Bocsánat, ha nem zavarok, a jegyző urat, ha nem zavarok. Én vagyok. Borogta bosszúsan a jegyző, és igyekezett felhúzni másik lábára is a cipőt. Nem tudott hamarább jönni, amíg az irodában voltam? Csak tessék, egészen nyugodtan, ne tessék zavartatni magát, ne tessék! Bíztatta rádupap, és figyelte a cipő felhúzást. Miha így se lennék, éppen úgy. Végre bebújt a jegyző a cipőbe, kiegyenesedett, megtörölte a homlokát, föltette a szemüvegét, s úgy nézte meg az ismeretlen. Na, most mondhatja, kicsoda maga, és mit akar? Rádu pap mézes mosolyjal hajladozott. Bocsánat, Rádu Konstantin. Rádu Konstantin, az új pap és jöttem egy kicsit tiszteletemet tenni a jegyző úrral, de nem akarok zavarni a világért se, de hogy akarok. A jegyző szigorú arca döbbent kifejezést öltött. Ó, oh -oh. a tisztelendő úr, bocsánat, hogy éppen így kapod, de, de hogy zavar, de hogy tessék, helyet foglalni, tessék. Rádupap pedig szabadkozott. Világért sem akarok zavarni, világért sem nem vagyok én olyan ember, jaj, dehogy! Hogy zavarna, szó sincs róla, roppantól örvendek, de hogy zavar. Replikázott hasonló udvariassággal a jegyző. Egy-két percig hajladoztak és udvariaskodtak egymás előtt a kis szakállas és a kis szakállatlan ember. Aztán sikerült leülniük. Rádupap a szék alá tette nagy, színehagyott kalapját. A jegyző pedig felugrott, és az ajtóhoz szaladt. Átszólt a másik szobába. Gizike lelkem, gyere, édes, vendég van! Gizike lelkem nyomban meg is jelent színes virágokkal díszített házi ruhában. Kis hegyes orrát magasra fölemelte, úgy szemlélte a furcsa vendéget. Rádupap felpatt, mint a labda. Kisztihant, kisztihant, tekintetes asszonyka. Né csak né, nincs, milyen szép asszonyok vannak ebben a faluban. Az első látogatás, amit csinálok, s már is ilyen szép asszony találok. Jaj, jaj, mi lesz itt velem, kisztihant. Rádu Konstantin vagyok az új pap. Igen, az új pap. Ezt mind egyetlen lélegzetre mondta el a jó Konstantin, s a jegyzőnék kimeresztette, hal szemeit úgy nézte. Sose látott még ilyen forma embert. De azért nem haragudott rá, ó, dehogy. Sem az arcára, sem a szakállára, sem nyálas kézcsókjára. Hiszen szép asszonynak nevezte. Szép asszonynak Persze jó ízlése van, jó szeme látszik, de rék ember kell, hogy legyen ügyes ember, amért ilyen bolondos szegés, amért ilyen csúnya és szakállas és ilyen elhanyagol. S gizike, nagy serényen elővette a kredencből az édes pálinkát, a cukros tésztát, és teljes odaadással kínálgatta vele a vendéget. Egészségére tisztelendő úr drága, ne magát, vegyen ebből is, na igazán. Vett a jó Konstantin, nem kellett kínálni. Falta a tésztákat, de különösen a poharakat hajtogatta sűrűn, és beszélt, beszélt. Bizonyít más élet van, mint ott, ahonnan jöttem. Ott nem volt senki, kérem szépen, éppen senki, csak azok a buta oláok. Úgy mondom, na, ahogy van. Amért én is olá vagyok, azért megmondhatom. Buták, műveletlenek, szegények, de jaj, itt nem más, itt úri emberek élnek. Látszik, kérem, látszik, az egész falon látszik, hogy műveltség, úri műveltség van a faluban. Kultúra, há, kultúra, és szép asszonyok, s úri jegyzők, urak. aja, a magyarok urak, úri nemzet, nagy nemzet. Mikor egy fél óra múlva fölkelt, és vette a kalapját a szék alól, a tálban már nem volt egyetlen darab sütemény, s az üvegben egyetlen csepp édes pálinka, hanem mind a jegyző, mind a jegyzőnél melegen megrázták rádu pap kezét. Aztán lássuk még tisztelendő úr, hozza el a feleségét. Ajaj, aj, sóhajtott rádupap, és szemével majd felfalta a jegyzőnét. Ajaj, az én feleségem. Legyintecs, azzal már ment is kifelé. A jegyző udvariasan a kerti kapui kísérte. Ott még egyszer megrázták egymás kezét, biztosították egymás Rokonszemükről és támogatásukról, azzal elváltak. A pap csoszogott tovább az utcán, a jegyző visszatért a házba. A jegyző bent azt mondta a feleségének, hogy ez a pap szegény, egészen rendes embernek látszik, csak kár, hogy olyan elhanyagolt és kicsit talán bolond is. A pap pedig arra gondolt, hogy ez a jegyző könnyű ember, könnyen kezelhető ember, nem veszedelmes a jegyzőné, na igen, azonban itt megint. Piroska kicsattanó arca jutott eszébe, és ettől jókedvűen fütyörészni kezdett. Mire a tanítóéktól is kijött, már esteledett. Langyos barna színek hullottak a falura. Az úton békésen hajtották haza a csordát. A tanító még az utcán is elkísérte egy darabig. Rádu abban, akkor már volt még egy üveg pálinka és még egy tálca cukros tészta. Kicsit botorkált, és legalábbis úgy látszott, mintha nehezen bírt volna a lábaival. De a nyelvével még nem volt hiba. Tudja, a tanítócska, tudja, nem az a baj, hogy én, az én románjai megtanulnak magyarul, jó az! Én is tudok, hát nem igaz, ők is tudjanak, jó lesz nekik, tanítócska drága, nagyon jó lesz az nekik. Csak tanítsa őket ügyesen, hogy tudjanak. Úgy tudjanak, mintha magyarok lennének. Úgy jó az bizony, úgy jó tanítócska drága. S a hosszú, sovány tanítócska, a derék és lelki ismeretes Aufbauer úr nem győzött hajlongani menet közbe, ahogy a papot kísérte, nem győzött örvendezni, hogy végre megérti valaki a törekvéseit. Hogy végre méltányolja valaki azt a lelkes magyarosító munkát, amit annyi odaadással és türelemmel végez Istennek ebben az eldugott falujában a Szent Istváni haza felvirágoztatásáért. Jó messzire elkísérte a papot. Mikor elváltak, hosszasan szorongatták egymás kezét. Még a tanító csomtos vállát is megveregette örömében rádupap, hogy ilyen derék munkatársa bukkant ebben a faluban. Aztán a tanító jóleső megelégedéssel a szívében hazafelé fordult, a pap pedig ment tovább. A bolt előtt megállt, kicsit gondolkodott. Méregette a lehetőségeket. Anasztázia asszony jutott eszébe, aki már várja talán a vacsorával. De aztán nagyot sóhajtott. Ajaj, aj, a kötelesség! Dünnyögte és befordult a boltba. A kocsma asztalnál már ültek néhányan, itt dogáló parasztok. Tisztességtudóan köszöntötték a papot. Ázikur is előjött, kölcsönösen bemutatkoztak egymásnak, aztán előhengeredett Ázikné is, és hívogatni kezdte a vendéget. Tessék bejebb kerülni, főtisztelendő úr, be a belső szobába. Tessék megtisztelni minket. Az urak mindig ide jönnek. Tessék, na! De rádupap pap meglátta a kocsma asztal mellett Mitrut, a nagy gazdát. Aha, Mitrulé! Hát itt vagy? Aha. Hát inni is szoktál, te testvérke? Inni is szoktál, mi? Mitró elvörösödve rázta a fejét, hogy nem, de hogy ne gondoljon rosszat róla a domnule parintje. Csak éppen betért most egy pohárra, mert beteg a gyomra azért, de másképp. Isten őriz! Rádupap tenyerével verte a térdét, úgy nevetett. Na, na, Mitrulé, ne mentegetőz, Nana, na, így na. áll csak, így nem árt, az ne félj tőlem. Nem szólok én erről, de hogy szólok, adjál, zsidó úr, nekem is egy poharat, hadd így a is a testvérkével. Lássa szegényke, hogy nem haragszom rá ezért, jaj, de hogy haragszom. Az ötödik pohár után már szónokolni kezdett rádupap a híveinek. Figyeljetek, testvérkék, figyeljetek, na, hogy mondjak valamit. Zsidó úr, figyelj te is, asszonyság te is. Figyeljetek, mit mond rádu pap? Mit mond Konstantin? Azt mondja Konstantin. Az Úristen papja. A bort is az Úristen teremtette. A pálinkát is az Úristen teremtette. Ha rossz dolog volna, ha bűnös dolog volna, biztosan nem teremtette volna. Ezt mondja nektek Konstantin, az úr szolgája. Az úr egyszerű, szegény, bölcs szolgája, rádu Konstantin, így adok testvérkék. És Isten segítsen benneteket, és adjon szerencsét. A tizedik pohár után végigcsókolta a mitrut, s a többieket is, mind akik ott voltak, maszatos szakállát az arcukhoz dörgölte, s nagyokat cuppogtatott és sírt, hogy ő mennyire szereti az embereket, minden embert, mert minden embert Isten teremtett, még az asszonyokat is, a lányokat is. S jaj, azokat, hogy szereti, ó jaj, mit drága, hogy szereti ő azokat, mert minden lányt és minden asszonyt az Úristen teremtett. Talán még Anasztáziát is sukta oda nekik, s körülnézett, talán még őt is, de ez nem biztos. A tizenkettedik pohár után elkezdett énekelni Rádupa rákönyökölt az asztalra, fejét két tenyerére támasztotta, szakállán lecsurgott a pálinka szagunyál, úgy énekelt. Éppen a tizenegyedik pohárnál tartott, s egy temetési éneknél, mikor csilingelve kinyílt az ajtó, s a sötét háttérben megszólalt Anasztázia hangja. A hangod után találtalak meg, Konstantin, te disznó. Gyere mindjárt haza! Rádu Konstantin abba hagyta az éneket, csuklott egyet, és a feleségére nézett, aki úgy állt az ajtóban, csípőretett kézzel, mint valami bosszú álló debella angyal. Várj, Anasztazi lelkem, nagy dolgokat kell mondjak nyekerekte részek hangon a pap, nagy dolgokat, mi itt mind románok vagyunk. Csak éppen a zsidó úr, ő nem az ő zsidó, de nem baj, Krisztus is zsidó volt, nem baj. Anasztazi kuca drága itt, mind románok. De Anasztazi kuca drága nem várta meg a végét. Add már abba, te disznó, hagyd már abba, gyere haza, gyere! Rádu pap hirtelen nagyot ütött öklével az asztalra. – Hogy beszélsz te velem, Anasztázia Rádu? – Hogy beszélsz te az uraddal, ennek a falunak a papjával, te, rosszféle? – Itt ezek a jó emberek tisztelnek engem. – S te nem tisztelsz? – Te nem, Anasztázia Rádu! Az asszony közelebb lépett az urához, bállára tette a kezét, még le is hajolt hozzá, úgy mondta neki: Angyali Szelíden! Gyere haza, rádu Konstantin! Édes uram, rádu Konstantin, gyere haza! És közben az öklével jót döfött hátulról rádu pap bordái közé. Gyere! Édes uram, rádok, Konstantin, gyere haza, vár a vacsora, gyere! Rádu motyogott valamit, és fölemelkedett. Kezele döntött egy poharat, a pálinka végig a ruháján, botorkált, motyogott. Megyek, Anasztazi kuca, megyek, drága, megyek, hogy ne mennék? Mentem volna én, úgyis csak látod, nem hagyhattam a testvérkéket egyedül, ugye? Látod, hogy nem hagyhattam őket, hiszen én vagyok a papjuk. Én, Rádu Konstantin, ezt te is tudod, ezt az egész világ tudja. Hát nem hagyhattam őket, ha egyszer én vagyok a papjuk s ment engedelmesen a felesége mellett, aki belekarolt, mintha kisgyermeket vitt volna, aki járni tanul. Még az ajtóban is egyre mondta, még az utcán is testvérkék ők, az Úristen fiacskái, jó románok, nem hagyhatom őket, hogyan hagyhatnám őket, ha a papjuk vagyok. Ugye, hogy nem így van ez Anasztazi kuca? Anasztazik utca mogorván hallgatott, akár egy őrmester. Néha nagyokat rántott, tántorgó urán, s ilyenkor halkan dünnyögte. Adj csak had, Miket mondtál nekem mindenki előtte, te disznó? Te részeg disznó? Pap vagy te? Disznó vagy te? Adj csak el, Konstantin, adj csak el. Érjünk egyszer haza. És mentőből jobban közeledtek a papi lakáshoz, Rádu Konstantin szegény annál csöndesebb lett. Várj, Anasztazi drága, hát így beszélsz te velem. De már nem is ellenkezett, mikor a papné egy erélyes rántással bependerítette a kapun. Két napi szobafogság után Rádu pap újra nyakába vette az utat. Most már nem szólhatott ellene Anasztázia asszony, hivatalos útja volt. Doboly híveit kellett fölkeresnie, s adászkált. Árván s szomorúan ballagott az úton a kis szakállas ember. Fejét lelógatta, botját szokása szerint maga mögött húzta. A románok tisztességtudóan köszöntötték, amerre elment, de ő csak bólintott nekik szó nélkül. Gonterheltnek látszott rádupap. A dászkál kijött elébe az udvarra. Öregember volt már bács Alexandru, csupa csont és bőr, csak a szemei izzottak még mindig a pokolt tüzében. Megölelték és megcsókolták egymást ott kint az udvaron, a pópa meg a dászkál. Aztán bementek a házba. Asztalhoz ültek, az asztalon nem volt bor, sem pohár még csak édes tészta sem volt. Egészen más dolgok voltak az asztalon. Kopott födelő könyvek, elnyúlt számadások, jegyzetek. Azok fölé hajoltak ketten. A dászkál magyarázta. Ezek azok, akik kölcsön kaptak, hogy földet vegyenek. Akiket aláhúztam, azok derékemberek, megbízható románok, bármikor készek mindenre. Ezek nem kell megfizessék az adóságukat. Akiket keresztel jelöltem meg, azokba hiba esett. Itt van például Lezni, Buzgó Lázár. Apja kapta a kölcsönt, amért átállott. Őt holt földet vett rajta. Házat épített. Most a fia vissza akar térni a magyarokhoz. Már járt a papjuknál, csak nem meri, még a pénz miatt. Egy másik kölcsönt akar kapni, hogy abból fizesse vissza? Bolond azt hiszi, a magyar pap tud szerezni neki. Mindegy. Ennek a lázárnak van két fia és egy lánya, még aprók, meg kell várni, amíg nagyobbak lesznek. Meg kell várni. Hogy mi lesz belőlük? Érted? Ha jó románok lesznek, ki innen ezt a keresztet. S húzd alá a nevüket. Tartsák meg a pénzt. Ha nem, akkor tudod, mit kell tenni. Az ügyvédünk Bocán Pétra. Akik nincsenek aláhúzva, azokat még figyelni kell. Itt van ez a két keresztes. Szűcs, Jón. Ez már perli az ügyvéd. Kamatos túl. Gyermekeivel együtt visszaállott magyarnak. Ez az egyetlen mondhatom neked, mióta élek. Ez az egyetlen. Rá is megy mindene. Azt mondja Bocán. Ebben a másik könyvben a magyarok vannak. Azok, akikre idővel számítani lehet. Akiknek rosszul megy. Ezekre ügyelni kell, hogy még rosszabbul menjen nekik. Ne kaphassanak semmit. Részes földet sem, munkát sem. Ügyelni kell, hogy a gazdák ne adjanak nekik. Az uradalommal rendben vagyunk ezen a téren. Ott van a fiam. Ha már nagyon puhák, akkor lehet kezdeni velük a dolgot. Itt vanni, ez a forgács. Alá is húztam. Ez már puhul. Erősen puhul, nem adok neki egy s elveszti a pénzt. Rádupap figyelt. Néha kérdezett valamit, kis szemei fürgén szögdöstek, és ravaszul csillogtak, akár a rókái maszatos ujjával végig kísérte a számadások sorait, s olykor bólogatott. Jól állunk, mondta elégedetten, elég jól állunk. Nem kell itt senkitől se félni, oktatta később a dászkál, mikor már végeztek a könyvekkel. A báró, az főispán, sok dolga van. Okos ember. Jegyezte meg Rádó pap. Honnan tudod? Voltam lála, láttam a szemét. A daszkán legyintett. Mondom neked, nem számít. Magosan lakik, magosan él, messze tőlünk és messze a földtől. Itt van mögötte a tisztartó, szájas ember, de szamár. Az már a miénk, pedig nem is tud róla. A jegyző? Rádu pap közbevágott a jegyző, tisztességes, jó akaratú, de rövid látó. Nem ostoba, csak túlságosan, egyszerűnek látja az életet. Azt hiszi a világot, íróasztal mögül lehet vezetni. A tanító az már ostoba, nem is magyar. A jegyző sem magyar, azt sem tudják, hogy mit akarnak. Nem veszélyesek. Ismered már őket? Csodálkozott a dászkál. Rádu pap sunyin nevetett. Ittam velük, testvérkem. Ittam velük. Én mindenkivel inni szoktam. Igaz, hogy én is részeg leszek, testvérkes, a feleségem megver, de én ki józanodok másnap. Azonban ők nem józanodnak ki sohasem, és ez a fontos. Nem rúgnak be úgy, mint én, mégis részegebbek, mint én. Ez az én politikám. Mert én csak bortól rúgok be, testvérke, vagy pálinkától. De saját maguktól, saját dicsőségüktől, hatalmuktól. És én segítek nekik, testvérge. A Dáskál hosszasan nézte a papot, aztán vállára tette a kezét. Te vagy a mi emberük, Kosztán. Örvendek, hogy te jöttél ide. Nem is tudom megmondani, mennyire örvendek. Már féltem, hogy meghalok, s nem lesz kinek, átadjam a munkát. Hát most már mehetek, Kosztán, most már itt maradsz te a helyemben. Úgy egy fél óra múlva kijöttek a házból. Az udvaron megint megcsókolták egymást, aztán Rádupap elindult. Rossz irányba mégy, Kosztán, kiáltott utána neki az udvarból Bács Alexandru. Jobbra vezet, haza az utad. De Rádu pap ravasz róka arca visszanevetett. Ne félts te engem, bágyi számdu, nem tévedek én el, csak még a kollégámat akarom megnézni, a magyarok papját. És rőd a mögül, sunyin vigyorgott és jókedvűen. Holló János otthon volt éppen. Alig néhány perce jött haza egy keresztelőből, és kedvű volt. A keresztelőknek mindig örvendett. Mikor Rádupa belépett az udvarra, éppen a méheket figyeltek, úgy látszott, rajzani készültek. Úgy elmerült a gyönyörködésben, hogy meg se hallott a háta mögött a pópa köszönését. Gergőbá kellett reáordítson a pajta mellől. Tiszteletes úr, gyűjt valaki! kicsoda Gergőbá? Vedette hátra holló János a kérdést, annélkül, hogy letépte volna nézését a méhekről. Gergőbá hangja morgásba ment át. Ha, aztán tudom én, még a formáját sem láttam soha. Tán a prikulics, meg a kíváncsi rá. Azzal murogva behúzódott a pajtában. A tiszteletes megfordult, szembe találta magát rádu pappal, mert addig még sose látta, csodálkozva szaladt föl a szemüldökes csak nézte, mint valami csodát. Rádu azonban hajlongott kedvesen, alászolgálja, kedves kollega úr, alászolgálja, dolgoznak a méhecskék, dolgoznak? Én is szeretem a méhecskéket, Rádu Konstantin vagyok, a varjasi pap. Rádu Konstantin. Holló János vagyok, felelte minden kedvesség nélkül a tiszteletes, s mert a másik keze már ott volt előtte, hát ő is oda nyújtotta magáét kelletlenül. Engem keres az úr? Rádu pap szőrös arca ránevetett. <laughs> Persze, Ugye a kollega urat keresem. Jöttem, hogy megismerkedjünk. A tiszteletes intett a jó kedvű vendégnek, akkor fáradjon be az úr hozzám. Rádupap körülnézett az egyszerű, szegényes lakásban. Elkomolyodott. Leült a felkínált székre, kezével megérintette a Bibliát, aztán komoly hangon mondotta. Azért jöttem, tisztelt kollega úr, mert úgy illik, ugyebár, hogy együtt dolgozzunk, nem? Együtt dolgozzunk, hogy a népeink is együtt dolgozzanak. Hogy békesség legyen, ugyebár, mert rádupap mindig azt mondja, higgy el, kollega úr, mindig azt mondja, békesség a legszebb dolog a világon. Békesség az Isten. Békesség az emberi élet legszebb tulajdonsága. Igazam van, kollega úr, igazam van, vagy nincs igazam? A tiszteletes ránézett vörös kollégájára sovány arcán kis gúnyos mosoly képződött, aztán elgondolkodva felelt: A szavakban rejlő igazságok nem komoly igazságok, tisztelt úr. A valódi igazságok a tettekben vannak mint ahogy Isten is azok után ítél meg bennünket. Rádu pap egy pillanatig tűnődve nézett a magyarok papjára, aki ilyeneket felel neki, aztán lehajtotta a fejét. Igazság sokféle van, kollega úr, mondotta óvatosan, de hangjában már kevesebb volt az udvariasság és több a feszültség, ami szavakban egyformán hangzik minden szájból, az cselekedetben különféle lehet. Ezért jobb talán, ha egyelőre a szavaknál maradunk, kollega úr, ahol megérthetjük egymást, mint pap a papot. Holló János figyelmesen nézett az előtte ülőre. Az úr okosabb, mint amilyennek mutatta magát. Az úr színészkedni szokott? Miért? Rádupap meghökkent, aztán újra elöntötte arcát az a furcsa, bolondos mosoly kollega úr, túl becsüli szerény kartását. Én csak egy szegény olápap vagyok, buta és műveletlen, mint a többi olá. Nem értek én az ilyen szellemes társalgáshoz csak úgy parasztosan tudok beszélni, de azért megértenek így is. Jó nép az enyém, Jámbor, alázatos, fél Istentől, és enged a papja útján. Enged mindenki után, mindenki után. Ha valamit akar tőlük, kollega úr, csak tessék szólni nekem. Tessék szólani rádu papnak, én majd elintézem. El, el, jó nép, szelid nép, buta nép, buta, mint a papja. A tiszteletes nem nevetett, csak nézte-nézte kis sunyi kartársát. Nézze az úr, beszéljünk egyenesen. Az úr fajtáját én nem szeretem. Nem bizén, még ha bárány bőrbe búvik, akkor sem. Az úr se szeresse az enyimet. Akkor rendben leszünk. Rádupa egy pillanatig megdöbbenve bámult a hosszú, csontos magyar papra, aztán felállt a székről. Arca most már mosolygós sem volt, Szelít sem volt. Kollega úr, mondta rekettes, halk hangon, mintha súgni akarta volna a szavakat. Kollega úrnak Biblia van az asztalán, és gyűlölet a szívében. Azért én nem mondom, hogy kolléga úr rossz pap. Az én asztalomon, rádu pap asztalán nincsen Biblia, s ami a szívemben van, arról csak az Isten tud, kollega úr és ez éppen elég. Azért rádu pap is jó pap, ezt meglátja még kollega úr, hogy kettőn közül melyik a jobb pap, azt nem a szavak fogják eldönteni, ami kettőn között folynak. Mert ahogy kollega úr is mondotta, az igazság a tettekben van. Majd azok, kollega úr, majd azok elbírálnak bennünket, kettőnket. Kollega urat és engemet. A szegény olápapot. Kolléga úr is szegény, mégis nagyon büszke. Rádu pap, nem büszke. Rádu pap, alázatos, szerény, engedelmes, meghajlik mindenki előtt. De a kötelességét, az igazi kötelességét sose felejti el. Hát bocsánatot kérek, kollega úr. A szegény olápap bocsánatot kér a büszke magyar paptól, hogy zavarni merészelte. És ha egyszer a büszke magyar papnak szüksége lesz a szegény olápapra, rendelkezzen vele. Rádu pap mindig nagy tisztelője lesz kollega úrnak, mert kollega úr őszinte ember. És az őszinte ember ritka, nagyon ritka, alázatos szolgája. Azzal rádupap mélyen meghajtotta magát kollégája előtt, megfordult és kiment a házból. Az udvaron jól fejébe nyomta a kalapocs, úgy kotródott onnan, mint aki magát, az eleven ördögöt látta. Gergőbá jól megkefélte a pillangó szőrét, a hámod bezsírozta, a szekereket is rendbetette morogva, hosszasan szemlélte saját munkáját, nincs -e hiba valahol. Mert a gazdája ma a tanyára megyen a nemzetes asszonyékhoz templomot tartani, s nagy baj származna abból, ha a nemzetes asszony hibát lelne valamiben. Azon a vasárnapon Holló János tiszteletes is különös gonddal készült a prédikációra mert itthon a templomban nem olyan nagy baj, ha valahol valami kimarad, vagy elfelejti a szöveget, és dadok helyette mást. Itt az emberek úgysem azt figyelik, amit mond, csupán a hangját figyelik, s önmagukat. Az érzéseiket, amiket a templom ébreszt bennük, s a szavak sokan, utána mondják ugyan, de értelmét nem kutatják, a hangsúlyt hallgatják inkább, s az Istent amit ott hallanak a szavak mögött. Hanem a tanyán ott a nemzetes asszony, éppen szemben ül veles, éles szemeivel folyton folyvás nézi, bíráló tekintettel hallgatja a beszédét, s ha valami nem tetszett neki, azt ebéd alatt megmondja kurtán és kereken. Úgy bizony, tiszteletes úr, ez meg ez? Hát igyekezett Holló János, hogy hiba ne legyen augusztus volt, meleg és derűs. Új kenyérre volt az úrvacsora osztás. A falu fölött sárga gabona tarlók nyúltak végig, gerlék búgtak a füzeken, az uradalmi tagon furcsán búgott a behemót gőzgép, amit csépelni hoztak, s melynek csodájára összegyűlt a vidék. Fával etették a gépet, rengeteg sok fával külön gépésze volt. Egy hosszú, bajuszos, tudományos ember, egy másik, aki fűtötte, és megint egy harmadik, aki a cséplő tetején állott, s hányta belé a kévéket, ügyesen, széjjel teregetve. Nézték a parasztok nagy csodálkozással, de még az urak is micsoda gyorsasággal végzett ez a gabonak. S még meg is rostálta, ki is takarította. Ördög van abban bizonyára, mondották sokan az oláok közül, és keresztet vetettek. Halott a papszekere az úton békésen poroszkált pillangó. A tarlókon szóltak a tücskök, zümmögve, szomorúan. A poshatszagú patakban egy-egy árva béka ungott, Álmosan csupa megszokásból. Nagy-nagy halotti békesség volt, kereken az úton nem járt senki, csak távol a mezőkön látszott egy-egy kalandjákkal megrakott szekér. A pap ült a szekéren, keze fogta ugyan a gyeplőt, de csak éppen, hogy lene hújjon. úgy is magától tudta már az utat. Ült a szekeren, feje előre billent, gondolkozott. Az életen, amely telik, jós rossz között halad a maga útján, s ahogy telik, úgy fogy, míg egyszer elfogy egészen. Baj ez? Nem baj. Hadd fogyjon, úgyse sokat ér. Mindig csak egyedül, mindig magányosan, igazán nem ér valami sokat. Az ember, hát igen, az ember tulajdonképpen nem erre született. Arra született az ember, hogy kínlódjon, vergődjön, de legyen mellette asszony. Legyen mellette gyermek, család, mert különben nincs értelme a kínlódásnak. Az ember el tudja hitetni magával, hogy mindezt valakiért csinálja. Valakikért mert csak úgy, becsületből, hát igen, ez is szépen hangzik, becsületből, de sok értelme valóban nincsen. A magyarság, a nép, a nemzet, széles és nagy fogalmak, és nagyon háládatlan fogalmak. Az ember dolgozik érettük, de látszatja nincsen, és értelme sincsen a munkának. Az érdem azoké, akik az élem vannak, akik messzire látszanak, főispánok, képviselők, miniszterek, meg talán a püspökök. De a szegény falusi papot, azt meg se látja senki, ha szorgalmas, rendes, egyszerű. A falusi papot csak akkor látják meg, ha valami rosszat teszen, ha részeges, vagy szédelgő, vagy egyéb. A pap dolgozik, tartja a népben a lelket, a kitartást buzdítja, neveli, Két évben egyszer kijön valamelyik képviselő egy napra, mond egy beszédet, megnézi az emelvényről az emberek fejét, s ha tetszik neki a falu népes, a nép, akkor dicsekszik vele, hogy neki milyen jó közönsége van. Az övé, az érdem, a dicsőség, a dicséret, meg rajta kívül legfőjebb a főszolgavírójé. Hát igen, ez már így van. De mindez nem volna baj, mosolyogni is lehetne rajta, csak éppen ne lenne egyedül az ember. Holló János tiszteletes úr nagyon egyedül érezte magát. Nem mutatta senkinek, elrejtette jól, hogy ne is lássák. Különcködősképpen viselte. De magányos estén otthon a Biblia mellett sokat. Nagyon sokat gondolt a Maros mentik is falusi házra, arra a papilakra, ahol együtt élt Annával, azzal a szép, komoly barna asszonynal, és a gyermekekkel. Pistikével. Régen volt, Istenem ilyen, kicsinségen múlik is az élet. Ha ő akkor azt mondja Annának, nem baj, Anna maradjon, minden úgy, ahogy volt, a dolgot elfeledjük, akkor ott élnek most is. Pistike már nagy fiú volna, komoly, érettségiző ember. És Anna, Anna olyan volna, mint mindig. Mint húsz évvel ezelőtt vidám, nevető, szeműs, ha kell komoly, ha kell igénytelen, ha kell körömszakadtáig dolgozó, ha kell szerető pajtás. De nem azt mondta. Mást mondott. Csúnyát, förtelmeset. Amilyet csak egy hiú gőgében megsértett hím állat mondhat, aki nem tud különbséget tenni hiba és bűn között, szeretet és szenvedély között, és egyetlen pillanat diadaláért odalöki az egész életet. Akkor mondta, azt, jaj, hogy nem harapta le inkább a nyelvét, nem döfött tüzes kést a szájába, azt mondta akkor, mehetsz. Keményen, gőgösen és bután kiáltotta ezt oda az asszonynak, ezt az egyetlen szót. És Anna szegény ment. Szófogadó volt mindig és szelíd, Belátta, hogy bűnt követettel nem kellett volna azzal a másikkal, azzal a rongyal, azzal a jegyzővel ott maradni egy éjszakára vásárhelyt, nem kellett volna megszédülni mézes szavaitól s a bortól, amit itatott vele. Az asszony belátta, hogy bűnös volt, és maga vallotta be. Ha nem mondja meg, sose jött volna rá. Éltek volna tovább boldogan, szeretetben, és nem történt volna semmi. De megmondta, mert becsületes asszony volt. És az ő szíve abban a pillanatban olyan lett, mint a kő. A megsértett férfi gőg tette azzá, egészen állati érzés volt, csúnya és szégyenletes. És ennyit mondott csak. Mehetsz és Anna szegény lehajtotta a fejét, szót fogadott, és ment. Ment Pistikével együtt. Három nap múlva lelték meg őket a Marosban, lent, valahol nyárától körül. Istenem, egy szó volt az egész, amit nem lett volna szabad mondani. Egy szó. Félelmetes, milyen ereje van néha egy szónak. Sorsokat sodor és életeket dönt. Egyetlen szó, amit nem kellett volna kimondani. Mert Istenem, mit vétett Anna szegény? Az emberek azt mondják, erkölcs, és bólogatnak hozzá, ostoba képpel. Mi az erkölcs? Az élet tisztasága, mondják. Nem volt tiszta az Anna élete. Van annál tisztább élet. Kert, háztartás, gyermek, beteg parasztasszonyok. Van annál tisztább élet, mint az övé volt. S végis ez történt vele. Nem. Ennek az erkölcshöz semmi köze ez olyan volt, mint a vihar, amelyik húsz évben egyszer söpri el a ház födeleket. Az ember mégsem haragszik érette a nyárra, vagy a reggelre, vagy az estére. Az ember elfelejti. Nem fontos rövid volt, elment, ismeretlen erők parancsára történt. Vihar volt, jött s ment. Nem lehet senkire haragudni érte. Istenem, az emlékezett szeme tisztán látja. Nyár volt, a szilvák érni keztek a kertben, az apró gyepen gondtalan csirkék pityegtek. Egy szellő, a vadszőlős, hűs tornácon át bejött a szobába, s meglebbentette Anna csipkés függönyeit. Ő az asztalnak támaszkodva állt, Emlékszik, egy kicsit szédült körülötte a világ. Hogy is volt csak? Megkérdezte Annát, hol maradtál reggelig? Anna ránézett, sápat volt. Állt a szoba közepén, is csak nézett. Anna nem tudott hazudni. Hol voltál, Anna? Kérdezte tőle még egyszer, de már a gyanú ott lappangott akkor valahol a nyelve alatt. És akkor Anna ránézett, felelt, és megmondta. És ez olyan volt, mintha megerepet volna a mennyezet, s rájuk zúdult volna dübörögve. Olyan volt, mintha a világ ketté hasadt volna. Aztán hirtelen ellette fejét a vér, Érezte, hogy kegyetlennek kell lenni, gonosznak kell lenni, gyilkosnak, ördöginek kell lenni, és kinyújtotta keményen a karját az ajtó felé, és ezt mondta, nem kiabálva, sziszegve inkább, keményen, gonoszul és gőgösen, mehetsz. Szegény Anna ott állt a szoba közepén, sápadtan, egy pillanatig rámerett, aztán lehajtotta a fejét, megfordult és kiment. Egy hang akkor azt kiabálta a fülébe. Eredj utána, eredj utána, hívd vissza, szólj hozzá, biztosan az Isten hangja volt. De ő csak állott mereven, dacosan az ablak mellett, és úgy fájt benne valami, hogy szinte szétszakadt. Talán öt perc múlva ott ment el Anna az ablak előtt. Karjában vitte a gyermeket. Két éves volt. Ment, és az ablak előtt egy pillanatra megállt, és ránézett. Olyan volt a nézése, mint a kutyájé, akit gazdája előzött. Mélyen, mélyen, nagyon szomorú volt. A hang újra sürgett. Lázasan szólj hozzá, szólj, hiszen azt várja. De valami ismeretlen erő, valami dacos, ördögi erő megragadta, és elfordította az ablaktól. Sosem látta többet annát. Csak a koporsót, amint eltemették. Pap nélkül sutyomban, mint egy gonosz tevőt, pistikével. Egyetlen szó miatt. Isten pusztítsd el az emberi szavakat. Kocogott a ló, döccemt a szekér, vitték János papot az augusztusi meleg napsugárban a völgyön át. és mégis hideg volt, mégis olyan volt, mintha végtelen hómezőkön haladt volna az élet. A záró ének elhangzott. Az utolsó hangok még ott kóvályogtak a levegőben, magasan az emberek fölött fönn a kék égboltozaton, aztán lassan szétfoszlottak benne, talán Istenhez érkeztek. Az emberek még egy pillanatig ott állottak lehajtott fejjel, ahogy az imádkozás alázata hagyta őket, aztán lassan mozgolódni kezdtek. A nemzetes asszony felállt a nagy töltyfa karos székből, s felállt a nemzetes úr is. Erre a cselédek megbojdultak, asszonyok, férfiak összekeveredtek, és zsongó beszéddel indultak szét a major minden irányába. A nemzetes asszony megállt a fehér csipketerítővel borított asztal előtt, melyen ott csillogtak még a napfényben az úrvacsorak kejhelyi, az ezüst boros kancsó és ezüst tálca a kenyérrel. Ránézett a papra. Tiszteletes úr, egészen jól mondotta. A kenyér valóban az Úristen legszebb ajándéka, amit az embernek adhat. Csak ott tévedett, amikor azt mondta, hogy a kenyérhez mindenkinek mindenhol egyformán van. Hát ez nem igaz, Ilyen szamárságot ne mondjon máskor. Itt csak a magyarnak van jussa a kenyérhez, másnak senkinek. Németországban a németeknek, Angliában az angoloknak, és Ola országban az olának van jussa. De itt csak a magyarnak, érti? Na! S botjával aprókat és haragosokat koppantott a gyepen. Hogy is ne, még hogy jussa van. Jussa van az akasztófához. Menjen a saját országába. Ott beszélhet a jussáról. A tiszteletes elvörösödött. Hosszú orrát ilyetten lógatta le az álláig, és dadogva mentegetőzött. Nemzetes asszony, nem értette jól, de, de, nagyon is jól értettem. Maga nem értette, barátom, amiket itt összebeszélt. Ha hallották volna azok az oláok, meghíztak volna a maga beszédjétől, jó, hogy nem hallották. Mérgesen elfordult, és menni kezdett a ház felé. A nemzetes úr már a tornác alatt veregette a lompos vénkuvas hátát. A pap nagy siedve összehajtogatta a palástját, hóna alá kapta a könyveit, és loholt utána. De csókolom a kezeit. Kezdte, mikor nyomába ért. Azt csak nem mondta a Nemzetes Asszony, hogy én kedvelem az oláókat? Ja, édes Istenem. A Nemzetes Asszony szigorú arccal fordult feléje, és botjával újra koppantott egyet a földön. Nem mondom, de hogy szamárságokat beszélt, azt mondom, na. De könyörgöm, ha a Bibliában ez így van, a Bibliát a zsidók írták, nem a magyarok. Na, nekem ne jöjjön a Bibliával. Mit tudta az a zsidó, az a Mózes, hogy melyikükből mit olvasott? Máté, vetette közbe a pap. Hát legyen Máté, mit tudta az ezelőtt kétezer éve, hogy mi lesz itt nálunk Erdében? A zsidóknak persze mindenhol jussuk van kenyérhez, persze. Bolondok lennének, ha nem azt mondanák de nekünk nincs mindenhol jussunk, érti? És ne is legyen. És másnak se legyen közöttünk jussana. Ne a Bibliát mondja maga is, hanem azt, ami igaz. De hogy ment föl a lépcsőn, botját a tornác fájára akasztotta, és belépett a házba. A nemzetes úr a virágos kert felé sétált, nézte a fákat, amelyeket ő ültetett, s melyek immár akkora nagyok és olyan, éppen mintha öröktől fogva ott állottak volna. A pap fölment a tornácra, palástját, könyveit letette a kis kerekasztalra, közelebb húzott egy vesszőből font kerti széket, és leült. Szeretett ilyenkor, Isten tisztelet után ott ülni egyedül a tornácon, Ilyenkor úgy érezte, mintha odatartózna ő is a házhoz, s ez jó érzés volt. Nem törődött vele senki, nem udvariaskodott, nem akart mindenáron beszélgetni, s ebben volt valami jó családiasság, valami megszokott és meghitt melegség. Az ember csak akkor nem vendég valahol, ha nyugodtan magára hagyják. Hollo János ült a tornácon, s a nemzetes asszony szavaira gondolt. Milyen igaza volt? Bizony, milyen igaza. Lám, van valami, ami a biblia igazságainak is fölötte áll, és ez a valami a nemzet igazsága, önző igazság. De vajon nem én minden igazság önző? S vajon nem azért az ember, Ember, hogy önző legyen az igazságaival? Bizony, Bibliát kellene írni a magyaroknak. Magyar Bibliát, mely ne zsidók történelméről szóljon, hanem a magyarokéről, arról a történelemről, mely húsukból és vérükből való, mely igazán az övék és igazán Biblia. Talán ne lehetne a magyar múltból Bibliát írni. Talán nincs tanulsága, éppen elég. Nincsenek hős lelkű apostolai, szenvedő mártírjai, éppen elegen. Mi lenne a különbség a zsidók bibliája és a magyarék között? Egyiptomi vándorlás, 150 éves török rabság, átkelés a vörös tengeren és egyéb csodák, Hát nem elég csoda, hogy ez a nemzet újra és újra feltámadott és mindig feltámadott? Hogy mindig akadt apostol, amikor kellett, és mindig akadtak lelkes, hívő seregek, akik hittek a magyarság föltámadásában, és adá őket az úr a filiszteusok kezébe. Így mondja a Biblia. A rosszak lettek, bálványokat imádtak, tivornyáztak, hitványul éltek, akkor adá őket az úr a filiszteusok kezébe. Így hangzana ez a magyar Bibliában, és adá őket az osztrákok kezébe, a Habsburgok kezébe, oláok, rácok, gyülevész népek kezébe, hogy megismerjék az Úrnak erejét. Ebből a Bibliából lehetne prédikálni. És Holló János tiszteletes urat ott a Tanyai ház tornácán. Meglegyintette hirtelen egy lelkes, hatalmas érzés. Ő megírja ezt a Bibliát, megírja, ha vérén is, ha élete árán is. Ha összecsődülnek rá a püspökök mind, akkor is. A magyar Bibliát magyarok számára. Olyan nagyot érzett, hogy fölugrott a székből. Szemei izzottak, melle kitágult, igen, ez célt ad, és értelmet ad az életnek. Megírja, ha pokorra kerül a lelke, akkor is. Nem bírta magában hordozni egy percig sem ezt a lelkesedést. Ott nyomban előszedett valami cafatos írkapapírt, és jegyezni kezdte a gondolatait. Világteremtése? Mi volt a magyar világteremtése? A honfoglalás árpád és a vezérek dicsőséges hadagútja. Észesen vette, hogy a nemzetes úr ott áll mellette, és nézi figyelmesen. Hát maga mit írkál itt így neki melegedve. A hangra fölrezzent, elvörösödött. Bibliát írok nemzetes uram, a magyaroknak. Varjas István nem csodálkozott, csak megcsóválta szeriden a fejét. Bibliát, bibliát, nem mondom, az is kell. De azt hiszem, a zsidóknak is jobb lett volna, ha biblia írás helyett megőrizték volna a hazájukat, nem gondolja? Azzal lassú csoszogással továbbment a tornácon, és halkfüttyentésekkel felelgetett a rigónak, amelyik az orgonabokrok között incselkedett a nyári verőfénynél. A dobói papilakban attól a naptól kezdve készült az írás. Éjszakákon át ült Holló János a mécses mellett, s nehéz kézzel rótta a betűket, amelyek fölépítik majd a magyarok szentkönyvét. Néha csak úgy ült a széken, ha Gergő bábenézetest az ablakon megláthatta, csak ült, mozdulatlanul, előtte lúttól papiros. Gondolata ilyenkor visszajártak távoli időkbe. Holló János ilyenkor ott tanált Árpád fejedelem mellett, István király mellett, László király mellett, vagy negyedik Béla mellett, s hallgatta a szavait. Amiket mondanak, vagy amiket mondottak volna, ezek a magyar apostolok, hogy idegen papok ellenében megteremtsék az öncélú magyar keresztény hitet. Mely keresztény bár, de ugyanakkor magyar? Mely hiszi az Istent, ugyanazt ki mindenkinek Istene, de olyannak hiszi, mint Jehováját a zsidó, akinek választott népe egyedül csak a magyar lehet. Sercegett a lúdtól, éjjel és nappal, gyűltek az árkusok és asztalfiókban. Gergő bá csóválta a fejét, ha bejött s látta, mit művel a pap. Hát, még, amikor beszélni kezdett, profétákról, kiknek kard volt a kezében, pásztorbot helyett, s vezették népüket a csatába, kik páncélba jártak, s buzogányjal beverték bizánc kapuját. Megdulták a rajna melletti országokat, megmosták lovaikat a német alföldi tengervizébe, megadóztatták Páduát, Velencét. Hallgatta Gergőbás csóválta a fejét, hogy nasze fájn proféták voltak, Isten nyugasztalja őket. Olyanok hát, csattant fel ilyenkor János pap. Nem is mezitlábos kódisok és siránkozók. Hanem férfiak, magyarokhoz illők, kiválasztottak. Hanem csóválgatni kezdték a fejüket a falusiak is. Ha a templomban olykor tűzbe jött a papjuk, olyanokat prédikált, botondról vagy zuárdról, hogy csak úgy rezegtek tőle a falak. Ejszen bolondulásnak indult a papunk, gondolták. De azért tetszett nekik a virtusos Biblia. Mert nem azt az embert szereti az Isten, nem azt a magyar, aki meghunyászkodik és kezet csókol a világ urainak, mondott a László király, az úr profétája, akit szentnek neveztek volt a magyarok között, hanem az olyan magyar szereti az Isten, aki szembeszegül a világgal a maga jussáért, s küzd, miként az angyalok seregei küzdöttek vala az ördögök seregei vele világnak megteremtéséért. Ezért, atyánfiai, fiai, halljátok Istennek törvényét, amint azt a magyaroknak mondotta az ő profétái által. Ki fegyvert nem ragad, fegyver által vész el s így az idegerek közül, ha kővel merészel megdobni téged, vagy a te atyád népéből valamelyiket, az dobjad vissza a halálnak pusztulásával, mert százszorosan kedves én előttem a fiú, aki az ő atya házának védelmére kell, jaj, annak atyám fiai, aki tehetetlen a védekezésben és hitványa harcban, aki testének gyöngeségét, s a lelkének gyávaságát az alázatosság, és béketűrés tetszős áll takarja el, azt pusztítja az úr kínoknak kínjával, és reál küldi a filiszteusok seregét, hogy ülnének a nyakán, és sanyargatnák őt, és tanítanák meg az úr palancsolataira aki ekként mondotta volt. Én vagyok a te erős urad és erős istened, s ki erővel szolgál engem, erőssé teszem azt a nemzetek között. Aki pedig gyönge én hozzám, s az én törvényeim szerint cselekedni hitvány, az nem méltó az életnek koronájára, s elpusztítom őt e földnek színéről. Így mondották ezt a mi profétáink atyánfiai, s jól gondolja meg mindenki ti köztetek, hogy az Úrnak szeme egyenként rajtatok vagyon, s aki az ő harcának megküzdésére gyöngének mutatkozik-e földi világban, annak ahhoz sem lesz ereje, hogy az Úr kegyelmének kapuját kinyissa. Valahányszor pedig gyöngének mutatkoztok igazság és küzdés dolgaiban, reátok bocsátja az Úr, filiszteusoknak seregét, hogy szolgálnátok ő alatta, s tanulnátok meg tisztelni atyátaiknoknak erős istenét, aki megbünteti az apák gyöngeségét a fiakban, hetedízig len. Még csak nem lézen belőletek az ő akaratja szerint való cselekvő nemzet, harcos ivadék fejedelmi papság, mely megváltja a gonoszok bűneit kardnak, vérnek és igazság tevésnek általa, az egy erős, diadalmas és igaz Isten dicsőségére. Ámen. Így dörgött le a szószékből Holló János tiszteletes a dobói magyarokra, kik tátott szájjal hallgatták, s most már odafigyelve valamennyien. Különösképpen a legények úgy ették a szavát, hogy még a képük is kivirult tőle. Az új magyari kereszténység hatása aztán hamarosan meg is mutatkozott. Az erős Isten Holló János által tolmácsolt parancsára Három legény, név szerint Balla Mihály, Szígyártó Imre és Székely Ferkó egy vasárnap délután úgy kitakarították a kocsmából a románokat, hogy négynek közülük betörött a bordája, s szamosújvárra vitették magukat orvosi látleletért. Volt dolga Kovács Ferinek a magyar vallással, s a bíróságnak is elég. A románokat kihányták a közbirtokossági legelőből, melybe 31 néhány évvel ezelőtt befurakodtak. Fél falu ment fél falu ellen, mikor az oláok ki akarták hajtani rá a maguk marháit. Árpád, Botond, Zuárt próféták szellemében, maga János pap is ott volt az ütközetben, írdatlan fustét lóbálva feje fölött, s úgy látszik, mégis volt valami igazság az új Doboi bibliában, mert a rövid harc után úgy megfutamodtak az oláók, hogy még a faluban is alig tudták magukat összeszedni. Kovács Feri is kitett magáért eperben. Hatott a magyarok közül elítélt a bíróság súlyos testisértés címen, de a közbirtokossági legelőt visszaítélte a közbirtokosságnak, s János szelítség elleni tanítása így nyerte első diadalát. Az ítéletet követő vasárnap lelkes imában köszönte meg a magyarok istenének a kivívott diadalt. Őseinknek erős istene, te hozzád emeljük hálatelt szívünket ebből az alkalomból. Köszönjük neked, uram, hogy bár megérdemelt büntetésül reánk ültetéd a filiszteusoknak seregét, de nem hagytad el nyomorúságában a tenépedet, hanem adtál neki erőt, hogy lerázza magáról apák bűnének súlyát. Köszönjük, uram, hogy újra választott népeddé emeltél bennünket, szegény dobói magyarokat, s az alázatosságnak és gyávaságnak szégyen bélyege helyett visszaplántáltad a mi szívünkbe, a bátorságnak virágát, mely íme erőt és diadalt szerzett Uram a te dicsőségedre. A templom tömve volt, nem úgy, mint régen, mikor még szakállas vén nyomorúságáról olvasott fel előttük a pap, ez már a maguk dolga volt. Ez az Isten tisztelet magyarok dolga érezték. Magyarok beszéltek a papon keresztül az Istenhez magyarok szájával, úgy, ahogy a szívükben szólott. A vén emberek szeme megkönnyesedett, midőn a szószékből hallották, hogy miként áldozta föl magát tizenhárom hős vértanú ember Aradon a magyar nemzet feltámadásáért. Hogyne? Hiszen maguk is ott voltak, ők maguk is egy kicsit vértanúk voltak. Vén ballapálnak karja maradt ott, pisknél, Öreg szígyárdó dénesnek félszemevilága. világa. S hogy mennyiknek áldozata, ott az apja, testvére, rokona, Ahogy a tiszteletes úr, jaj, áldja meg az Isten a száját, Olyan szépen mondta, a magyar nemzet föltámadásáért hanem a dobói föltámadás nem ment olyan simán, mint kezdetben látszott. Egy szép napon csak behívatta az esperes magához holló Jánost. A szamos újvár irodában aztán neki esett. Tiszteletes úr, meg van maga bolondulva? Micsoda megáltalkodott pogályságokat hirdet maga a szószékről, hogy magyarok istene, meg magyar proféták, meg hogy az Isten csak a verekedőket szereti? s aki megdob kővel, azt üssed agyon. Micsoda kereszténységet hirdet maga, az Isten áldja meg. Honnan veszi ezeket? Holló János álva hallgatta végig az elképet kövér öreg úr dörgedelmeit, aztán nyugodtan ránézett, és ezt mondta. Hogy honnan veszem, nagy tiszteletű esperes úr? az Úristen legkézenfekvőbb kinyilatkoztatásaiból veszem. Az életből, meg a történelemből. – Hogyan? – hebegett a jó öreg úr. – Hát maga ezzel felrúgja a keresztény egyház tanításait, édes fiam. Miket hirdet maga a híveinek? János pap csak lógatta a fejét. Én, nagy tiszteletű uram, csak a tiszt tiszta, szín igazságot hirdetem. És mint pap és jó keresztény ember nem hihetem, hogy egyházunk törvényei ellenkeznének azokkal az igazságokkal, melyeket az úr e földi élet törvényeivé rendelt nemzetem számára. Való igaz, hogy a Szentírás szavait átfordítatom magyarra, mert úgy van az nagy tiszteletű uram, hogy ami jó volt a zsidók számára, az nem mindig talál a magyarokra. Krisztus urunk, ha magyarnak születik, bizonyára sok mindent másképpen mondott volna, s ugyanígy az apostolok meg a próféták is. Én szerény tehetségemhez mérten igyekeztem hű maradni hozzájuk. Azáltal, hogy úgy tolmácsolom őket, ahogy ők maguk is szólottak volna, ha itt éltek volna az én helyemben. A derékes peres elszörnyülködve csapta össze a kezeit. E hiszen ez pogányság tiszteletes úr, téved nagy tiszteletű úr, ez magyarság. Jó, jó, szelídült meg az öreg úr ettől, de mégis, mégis, nem lehet, Berekedése bíztatni a népet a templomban? Ez gondolja meg! János pap ártatlanul nézett az esperesre. Én soha ilyesmit nem cselekedtem, nagy tiszteletű úr. Én csak az úr törvényeit hirdetem, ahogy azt a magyarok számára ezer esztendő keresztül mondotta, s a történelemből gazdagon kiolvasható. Szentkönyv a mi történelmünk, nagy tiszteletű uram, magyarok szentkönyve. Én abból prédikálok, és csak az igazat. Az öreg, kopasz kövér esperes gomterhelten ingatta a fejét. Ez mind szép, szép, tiszteletes úr, ez a nagy hazafiság, szép és dicséretes. De ne tessék összetéveszteni! az Anya Szent Egyház tanításaival. Holló János keményen szólt közbe. Én elsősorban magyar vagyok, nagy tiszteletű esperes úr, csak azután keresztény. És az én Anya Szent Egyházam a magyar nemzettel egy test, egy lélek, s attól ellen választható. Az öreg úr csak csóvált a nagy kopasz fejét. Baj lesz ebből, tiszteletes úr! Baj lesz ebből! A tiszteletes úrnak az a kötelessége, hogy az egyház törvényeihez és szokásaihoz tartsa magát, s az evangéliumot prédikálja, ne pedig pogányságokat, bármennyire is tetszők, azok a gyarló ember fülének. János pap vállat vont. Az úr jót és rosszat vegyesen küld az embernek fiára. Ha bajom lesz, nem lesz sem az első, sem az utolsó, ami a nemzetnek papjait érte. De én bizony az egyház általánosságaihoz szabott törvényeinél előbbre valónak látom nemzetem törvényeit, szokásainál népem jövendőjét. Amit pedig én prédikálok, nagy tiszteletű, Esperes úr az lelkem szerint való evangélium, mely en nemzet föltámadására szolgál. A nagy tiszteletű úr hallgatott. Orszája kissé megpirosodott, mert jó magyar ember volt ő maga is, apja Segesvárnál esett Petőfivel és egy testvérbátyja ott halt meg a kofsteini várpincékben. S a dobói pap beszéde, ha nem is volt kimondottan Krisztus szolgájának szájába való, de jó magyar beszéd volt, igaz, derék és tiszta szándékú. Ezért hát hallgatott, s néhányszor föl alá járt az irodában. Végül megállt Holló János előtt, ránézett, s ezeket mondta. Menjen haza, tiszteletes úr. Viselje gondját továbbra is a népnek, mint jó pásztorhoz illik. És igyekezzen összeegyeztetni nemzeti érzületeit az egyház törvényeivel, hogy följelentő leveleket ne kapjak többé. A tiszteletes fölkapta a fejét. Följelentett valaki? Igen. Kicsoda! Brencsák intéző úr. Úgy. János pap Akkor nincs semmi baj. Az öreg álmélkodva nézett rá. Hogy érti ezt a tiszteletes úr? Krisztus urunknak is a farizeusok vették vérét, meg a félkész kalmárok, s ha a följelentés ettől az embertől ered, akkor bizonyos már, hogy helyes és igaz úton járok, s az Úr Jézus Krisztus tanítása szerint. Azzal mélyen meghajolt, s elbúcsúzott az álmélkodó öreg esperestől. Útját a víz utca irányába vette. Hamarosan ott volt az alacsony földszintes ház előtt, melynek kapuja mellett egyszerű festett fatábla hirdette, hogy ott lakik dr. Kovács Ferenc köz és váltó ügyvéd, s megtalálható hivatalosan délelőtt 8-tól 12-ig, délután 3-tól 6-ig. Befordult a kapun, végighaladt a köves udvaron, s egy földszintes ajtón benyitott. Akkor már segéddel dolgozott Kovács Ferenc, hogy legyen valaki, aki ügyeli az irodát, beszél az emberekkel, míg ő tárgyalásokra jár. A segéd kulikúr egy részeges, vén ős jogász volt, nagy vörös orrú mindig borotválatlan és borzas. Ült órák hosszat az íróasztal mellett, s hol bicskával farogta a körmeit, hol fogai közt vájkálta penna hegyével dél volt, s Kovács Ferenc akkor jött vissza éppen a bíróságról. Apró, sündisznó szeme, vidáman ragyogott a papra. Na, tiszteletes úr, van valami újabb verekedés? A pap rossz kedvűen tette le a kabátját. Még nincs, de lehet. Az ügyvéd vidáman csapkodta az iratait. Lesznek most nagyobb verekedések? képviselő választás készül. Tán nem, de igen, jövő hónapban. Holló János elgondolkozott. Nálunk ki lesz vajon a jelölt? Kékesen? Bár csak hallottam pedig a hivatalos jelölt, Sonkói Edömér báró. János pap elszörnyedve menesztette ki szemeit. Hogyan? A zsidó báró, ez a Krauszból lett magyar, ez fog képviselni bennünket a hazaszíne előtt? Az hát, a kormány jelöltje. Legbiztosabb kerület, hiszen ő maga is odavaló, meg a főispán is. Nem állítanak ellene senkit. A pap gondolkodott, gondolkodott. Aztán sok idő múlva megszólalt. Mégiscsak, Állítanak kellene valaki mást. Kicsodát. Tégedet. Az ügyvéd hangosan nevetett. Még Kuli is elmosolyodott az íróasztal mögött, szájába dugta a tolszárat. Engem ugyan ne beszéljen bolondot, engem a főispán ispán barátja ellen ugyan kiszavazna reám. De a pap komoly maradt. Hogy kicsoda, minden becsületes magyar. Az ügyvéd is elkomolyodott a hangra. Ne is gondolj ilyesmit, úgyse vállalnám. Nem haragítom magamra a főispánt. De János pap csak gondolkodott még egy darabig, aztán búcsúzott és elment. Egy hétteltás ott volt megint. Vidáman jött, szélese tárta az ajtót, mintha tavasz lett volna. Pedig ősz volt. Rossz féle idő, a fák hullatták leveleiket, s köd felmősödött a szamos felé. Ezzel lépett be János pap az irodába. – Na, Feri, mégiscsak képviselő leszel! Kovács arca elkomolyodott. – Miket beszélsz itt? elment az eszed. De a pap jó kedvét nem lehetett lehűteni. Megbeszéltük az emberekkel. Végigjártam a községeket, és mindenki azt mondja, amit én. Nálad különb képviselünk nem is lehetne. Így is eleget dolgoztál. Érettünk, most dolgoz még többet. Ahogy a Szentírás mondja, Feri öcsém, kevesen voltál hű, nagyobbra szállnak ezután. A zsidó báró bukik ezen a választáson, hogy olyat még nem látott a világ. Jelölésed meg is történt már, neked semmi dolgod. Még azt se kívánjuk, hogy kijöjjél közénk, mint a többi jelöltek szokták programot hazudni. Ismernek az emberek, tudják ki vagy, és mit várhatnak tőled. Jól megcsináltam? Kovács Ferenc lassan odajött hozzá, s megállt előtte. Komoran nézte a papot, összeráncolt homlokkal szinte haragosan. Meg ezt jól megcsináltad. Hát azt akarod, hogy még jobban meggyűlöljenek az urak? Hogy összerugjam a patkót mindenkivel? A pap is elkomorodott. Azt nézett keményen az ügyvéd szemébe, azt akarom. Azt akarom, hogy olyan ember legyen a követünk, aki közülünk való, tudja a bajainkat, s ember ahhoz, hogy megsegíthessen. Hát pedig én nem fogadom el a jelölést. Vörösödött el Kovács Ferenc. Én pedig megátkozlak akkor. Recsegte vissza harciasan a pap. Megátkozlak, hogy az a Jehova Isten pusztítson el a világ minden kinyával, ha csak olyan magyar vagy, hogy nem mered vállalni a hivatást, amit az úr vállaidra rakott. Úgy álltak egy pillanatig, farkas szemet nézve, haragosan. Aztán az ügyvéd megfordult, visszament az íróasztalhoz és leült. Fejét tenyerébe hajtotta. A pap lassan odament és megállt előtte. Halkan mondotta. Feri öcsém, sok szegény, rongyos magyar testvéred nevében kérlek, vedd magadra az ő gondjaiknak s nyomorúságuknak terhét. Kicsinyek vagyunk mi is bizony nyomorultak. Nem adhatunk neked sokat, csupán bizalmunkat, s a szeretetünket, melytől tele van a mi szívünk irányodban. Vállald el, Feri, a mi bajainkat, s az úr megáld érette bizonyára. Komoly volt, és erekedten meghatott a pap hangja. Kovács Ferenc fölemelte rá a fejét, egy hosszú pillanatig nézte a kopott, sovány, szomorú arcú embert, aztán lassan bólintott. Legyen hát, ahogy akarjátok. És köszönöm, hogy ennyire bíztok bennem. Savanyúan elmosolyodott, köszönöm a nagy kitüntetést. S ha nektek lesz erőtök keresztül vinni, én majd megpróbálom hordani becsülettel. Kulikur ki eddig fürge szemekkel figyelt, s még a bennát is a szájába felejtette a nagy megdöbbenéstől, ebben a percben hangosan elordította magát. Éjjel szeretett képviselő jelöltünk! S kezét lelkesen kivágta a mennyezet felé, akárha színpadon deklamálta volna a talpra magyart. Csonkoly Krausz, edőmérbáró báró kortesei már a választást megelőző héten megindultak szerte a járásban, hogy ígérettel, fenyegetéssel, s főképpen pálinkával medret ássanak a hangulatnak. A Detre falusi uradalom megnyitotta zsilipeit. Ispánok, Botos bírók indultak szerte a falvakba, vitték szekereken az ajándékborokat, községi bíróknak, módosabb gazdáknak, olápapoknak, és osztogatták az ígéretet, ami könnyű volt, mert az nem kerül semmibe. A főispán is kiadta a parancsot Brencsáknak hangulatot teremteni a báró mellett. Brencsák aztán neki is fogott. Legelőször összehívta a cselédeket. Aki nem a báróra szavaz, az szedheti a holmiát. adta ki a rendelkezést. Aztán a falubeliek dűtötte össze. Aki nem szavaz a báróra, az többet ne jöjjön semmiért. serétet se erdőt, se, kapálót, se legeltetést, az olyan ember nem kap. Még csak napszámot se. Ameddig él soha. Fia isem, unokái sem, az költözhet erről a vidékről mert még csak az kell ezután, hogy az ilyen ember tilosban hajtson, vagy rálépjen csak az uradalmi földekre, na Így készítette előbb rendcsák a hazaügyeit. De Rádu pópa sem volt rest, mihelyt megtudta, hogy ellenjelölt is van, s hogy éppen ki az. Sorra járta az embereket ott legyetek mind a szavazásnál, nehogy valaki elmaradjon, s el ne tévesszétek. A báróra, mint a báróra, ha valaki tud kétszer szavazni, kétszer szavazzon, nehogy bejusson az a másik, a magyaroké, mert akkor vége a jó világnak, a zsidó báróra kell szavazni mindenkinek. Választás előtti héten ott volt a főispán, fölhívatta rádupapot. Nem lesz hiba a választásnál, tisztelendő úr! Kérdezte, miután bort, szivart, mindent adott neki. Rádu Konstantin szelíd vigyorgással hintázta magát a puha karos székben. Két kezét ájtatosan rakta össze a mellén. Méltóságos uram! Ha rádupa mondja, már olyan, mintha képviselő is volna, a kegyelmes Báró úr. Ha egyszer rádupap, mondja? Hívatta a főispán Holló Jánost is. A dobói pap előjött, kopottan és soványan, leült a karos székbe, ahol néhány órával azelőtt rádupap ült volt, de nem nyúlt sem a borhoz, sem a szivarhoz, csak ült kopottan és elszánt szomorúsággal. Na, tiszteletes úr, hogyan lesz a választás? Ahogy az Úristen kegyelme rendeli méltóságos uram, billentette oldalra, nagy búsan a fejét a tiszteletes. Azt mondják, hogy az a bizonyos ügyvéd, az a kovács, az is föllépett. Hallott erről a tiszteletes úr? Igen is hallottam. – Bólogatott gyászosan a pap. – Járnak már a kortesei annak az ügyvédnek? – Nem járnak, könyörgöm. – Hát, majd fognak. – Vigyázzon, tiszteletes úr! – A pap közbevágott. – Nem fognak jönni, könyörgöm. – Miért? – lepődött meg a főispán. – Mert annak az ügyvédnek nincsenek kortesei, könyörgöm. Úgy. Annál jobb? Igyekezzem, tiszteletes úr is, hogy a néphangulata a báró mellett legyen. Ő a hivatalos jelölt. A tiszteletes újra közbeszólt. Nehéz lesz, könyörgöm. A néphangulata hangulata ügyvéd mellett vagyon. A főispán arca elsötétült. Elég hiba, úgy látszik, mégis dolgoznak a kortesei. Tiszteletes úr minden esetre igyekezzen a magyarok közül minden többet megszerezni a mi részünkre. A románok azok úgy is. A tiszteletes nagyot sóhajtott, s panaszos hangon újra csak megzavarta beszédében a főispánt. Alázatosan kérek engedelmet, méltóságos uram, de én ezt a feladatot lelkiismeretem szerint nem vállalhatom el. A főispán szemöldöke ráncba szökött. Miért nem? kérdezte élesen. Azért? Felelte búsan a pap, mert én éppen ama ügyvédnek vagyok a híve. Könyörgöm. A főispán arca elsápadt a haragtól. Úgy? kérdezte hidegen. És miért? János pap olyan szánakozó szomorúsággal nézett a főispára, mintha a halott nézőben volna. Azért könyörgöm engedelmedért, mert engem magyar embernek nevelt az apám, s mint ilyen nem bírnám jó lelki ismerettel látni, hogy egy derék és tisztességes szándékú magyar ember helyét oly fontos hivatalban idegen foglalja el, aki mellett a mi sok gondol vívódó népünkből lélekben is messze áll, bennünket sem ismer, velünk nem is törődik. Úgy érezném, hogy megtagadtam az én istenemet, és magyar fajtámat, ha csak a magam gyöngeségével is hozzájárulnék ehhez. A főispán mérgesen ütött az asztalra. És maga azt hiszi, hogy mi nem vagyunk jó magyarok? Én és a többi urak? A főszolgabíró, jegyzők, egyéb tisztséget betöltő hivatalnokok, az egész kormány? Mi nem vagyunk talán elég jó magyarok a tiszteletes úrnak? Holló János csak lógatta a fejét szomorúan. Isten őrizzen, méltóságos uram, hogy én ilyet gondoljak. Mind jó magyarok az urak, tudom én azt. A történelem apjai beszélnek és tanúskodnak méltóságodék magyarsága mellett. Ahol vért kellett adni ezért a hazáért, ott elsők voltak a mi uraink mindig. De méltóságos uram, az urak távol élnek tőlünk. Nem látják a mi apró kis nyomorúságainkat, csak az ország nagy dolgait látják. Kell legyen olyan is a törvénytevők között, aki közülünk való, ismeri a nép bajait, érti azokat, akihez bizalommal elmehetünk a mi kis nyomorúságainkkal, olyan dolgokkal, amikkel nagy urukat nem zavarhatunk. De amik azért fontos dolgok, nagyon fontos dolgok, méltóságos uram. Sokszor fontosabbak is a nagyobb dolgoknál. Sok kicsi baj együtt nagy baj, s ha a magyar nép elvész a bajok között, ki fölött uralkodnak majd az urak? Gondolja meg könyörgöm méltóságot, hogyha kátyuba kerül az ország szekere, ki fogja a vállát tartani? Sem a zsidó báró, sem az osztrák báró, sem a csejegyző, sem az oláparaszt. Csak mi, magyarok, egyedül kell kiráncsuk onnan. S nem rossz gazda az, ki igás ökrétől elveszi a szénát, hogy haszontalan jószágoknak adja? A főispán elgondolkodva nézte a papot. Aztán bólintott. Rendben van, tiszteletes úr, mindenki cselekedjék meggyőződése szerint. Szeretem az őszinte és becsületes embert, még akkor is, ha más véleménye van, mint nekem. Tiszteletes úr bizonyára jó magyar ember a maga módja szerint. Én is az vagyok. Adja Isten, hogy egyszer még megérthessük egymást. Azzal felállt, jelezve, hogy a beszélgetés véget ért. Kovács Ferencnek nem voltak kortesei. Senki nem hívta össze gyűlésbe az embereket az ő nevében. Senki nem ígért semmit helyette, egyetlen pohár pálinkát sem osztogattak sehol azok számára, akik reál szavaznak. Mindössze annyi történt, hogy a füzesi piacon, mikor Sonkoi Kraus Edömér Báró éppen programbeszédét mondotta egy kiüresedett hordó tetején, részegen kurjontozó kortesek között s vékony sipító hangján ígért ezt meg azt, és az emberek szelít türelemmel álltak a piacon és hallgatták, valahol hátul egy piros arcú, fiatal legény hirtelen énekelni kezdett egy nótát. Igér a zsidó culágot, Kovács Ferkó igazságot. Jobb a Ferkó igazsága, mint a báró pálinkája. Az emberek elmosolyodtak, és hátra néztek a legényre. Az pedig fújta tovább. Detrefalvi üvegbatár, benne van egy nyeset szamár. Ereg szamár, ameddig jó, megpatkol a kovács Ferkó az emberek már nevettek. A báró abba hagyta a beszédét, s rikácsolva kiabált valamit. A kortesek közt mozgolódást támadt, az orcátlan legény pedig énekelte a harmadikat is. Telt hordóval, üres fejjel, jön egy zsidó széles mellyel, jobb nekünk egy üres hordó, steli fejjel, kovács ferkó. A báró kortesei bottal taszigálták szét az embereket, hogy elcsípjék az éneklőt. De az emberek megtömődöttek az éneklő legény körül. Morgás támat, majd veszekedés, aztán az egyik kortes arcán elcsattant az első pofon. A következő percben csak nagy, gomolyag látszott, s a báró hívei eltűntek benne. Sonkoly Edömér felugrott a hintóba a kocsis a lovak közé vágott, úgy robogtak el a füzesi piacról. Az emberek nevettek mögötte, s csúfakat kiabáltak. Kovács Ferenc ki sem mozdult szamosújvári lakásából. Végezte a dolgát, mintha semmi sem történne. Nem ment körútra, mint a többi jelölt, nem fogadott korteseket, pálinkát sem osztogatott még csak nem is ígért semmit a hozzá bejövögető embereknek. Aztán vonogatta a vállát, amit tudok, igyekszem. Pedig a bárókortesei dolgoztak. Pénzzel, fenyegetésekkel, pálinkával. Amivel lehetett. Az egy füzesi esetet kivéve sehol nem volt semmi baj. Az emberek meghallgatták, bólogattak, megitták a pálinkát, és hazamentek. Úgy látszott, hogy tökéletes győzelemre lehet számítani. Aztán megjött a választás napja. A románok kivétel nélkül a báróra szavaztak. Mind valamennyien. A pópák vezették őket, és ügyelték szándékukat. Hanem a magyarok, azokkal már baj volt. Némelyek csak úgy jöttek, néma csoportba, sündörögve, húzódva, ezekről előre lehetett látni, hogy az ügyvédre szavaznak. De jöttek aztán mások, énekelve, élükön a báró részek korteseivel, pálinkás üveg a kezükbe, éjjeneztek és kurjantoztak, aztán leszavaztak valamennyien Kovács Ferencre. A magyarok között csak éppen néhány megfélemlített cselét szavazott a báróra, azok is szégyenkezves gyorsan eloldalogtak onnan. A varjasi tanya is kivonult élén öreg varjasi Istvánnal. Keményen lépett a szavazóbizottság elé zsinorós magyar ruhájában, ránézett fiára, főispára, aztán messze hangzó kemény szóval leszavazott Kovács Ferencre. Ő és az egész tanyai cselétség. A szavazatok eddig szinte egyenlően álltak. A varjasi tanyas a velük együtt fölvonuló varjasi magyarok döntötték el a sorsot. Kovács Ferenc többséghez jutott. A bizottságurai sápattan néztek össze. Erre senki se számított. Holló János pedig égnek emelte tekintetét kint a kékesi piacon, s így imádkozott. Úristen, ki vagy a magyaroké, erős és vigasztaló hadúr, szenteltessék meg a te neved, amért nem engedéd orcánkat pirulni.